Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsorsz voltál, azaz mi történt veletek? Édes Istenem! Kész vagyok. És a én. Lecke. Azaz, már be sem mutatkozzá. Vivko Krisztián alias Mujó. Na, küldöm majd a kukoricát, Fifika, aztán térdepeljél, mert ez nonsens, hogy nem tudsz egy... Tényleg, mi történt veletek? Velünk? Élveztem a hiányotokat. Jaj, hát vége, ez a jól eső kis szünetnek vége van. Hát a Charlie-nak volt jól eső szünet. Mi itthon gályáztunk közben. Nekem is jól esett az a kis szünet. De velem például nem sok minden történt. Hát ha csak nem az, hogy most. Vártad minden napot, úgy vártál, mint a messiást, hogy végre megkapjad az ajándék kavicsod. Igen, itt ültem az ablak előtt minden nap, és a messzeségbe meredtem, és vártam, hogy jöjjön a kavicsom. És elmondhatjuk, ugye, hogy Észak-Amerika legdélebbi kavicsa a tied, mert igen, ez a kavics Key Westről származik, és de hallod, hogy ekkora lúzer hogy lehetek, hogy neked hoztam kavicsot? Szerinted magamnak? Semmi. És ezt hol döbbentem rá? Reptéren így kavicsot beraktam be, bazd meg, mondom, hát magamnak nem hoztam. Ekkora hülyét. Vissza kell menni, ennyi. Na igen, lehet, hogy ez egy ilyen tudatalatti manőver volt, hogy mond otthon az asszonynak, hogy sürgősen vissza kell mennünk, mert nem hoztam magamnak. Nem kell, tehát én ezt minden nap meghallgatom, hogy mi az, amit elfelejtettünk, és miért kell visszamennünk, úgyhogy ez nem olyan nehéz. Mesélj inkább te, Charlie, mert nem tudom Fifika oldaláról mi a helyzet, de velem tényleg nem sok minden történt az elmúlt hetekben. De veled biztos nagyon sok minden történt. Háttal nem kezdek mondatot. Nagyon jó volt egyébként az egész trip. De behallatszik az új mikrofonba a csörgés. Szóval jó volt az egész trip, ugye úgy mentünk, hogy tervezetten, és majd mindenre jut idő, és ilyen Niagara, meg olyan Washington, meg az anyám kínja, és azt hiszem, hogy ez az első teljes nap reggelén megdőlt minden, és onnantól kezdve sodródtunk az árral, és volt ott minden, tehát tudományosan megtervezett, tudod, haladjunk délről, és úgy menjünk fölfele Manhattanen minden nap egy-egy városrész, képtelenség kivitelezni, aztán utána rámentem a vásárlásra, az a bolt nem volt akkor nyitva, aztán ugye, ami nekem nagyon nagy feeling volt, pont akkor volt a... most be kéne hívni az asszonyt, hogy mi volt. Nem tudom, rengeteg tengerész volt ott egyébként a parton, szárazföldön, és kihasználtam az alkalmat, és hajós kapitánytól kezdve ezekkel a tipikus Popeye kinézetű srácokig mindenkivel lefényképeztem a feleségem. Úgyhogy nagyon aranyosak, helyesek voltak, és de most több volt az interakció az emberekkel, és abszolút nem igazolódott be az, amit mindenki mondott, hogy jaj, vigyázni, meg a rossz arcú négerek. Persze voltak, tehát ilyen elmebeteg embereket ritkán látni, mint amik ott vannak, vagy akik ott vannak. Afroamerikaiak, Charlie, afroamerikaiak. Mert mit mondtam? Négereket. Hát akkor feketék. Fekák. De nem rájuk kihegyezve a dolgot, tehát azért voltak olyan elborult figurák, hogy én is elgondolkoztam, hogy most nem itt kéne lennem, hanem mondjuk két megállóval arrébb. De pozitív csalódás volt az egész. Tehát voltak ott olyan szopórolleren voltunk egyik-másik napon, hogy kifogtunk két nagyon-nagyon esős napot New Yorkba, és az eső az egész más, mint itt. Az a hirtelen jövő, és aztán csendben szemetelő,
és természetesen akkor volt az egyik eső nap, amikor mentünk volna a One World-be, ugye a VTC helyén, ami épült, és majd a kilátó torony. Ott már egy picit megijedtem, mikor alulról nem láttam a tetejét, de mondom, fönt biztos a felhők fölött van a vége. Nem. Nem a felhők, a felhőkben volt a vége, tehát az ablakon, ahogy kinéztem, az a hatalmas fehérség körbe, és akkor ott egy picit fölment a pumpa, de aztán lementünk, és sikeresen megbeszéltük az ottani incidens menedzserrel, mert az is volt, hogy hát ő azt mondta, hogy itt élményt vettünk, és nem csak ezt, hanem a liftet, meg azt tudjátok, hogy milyen ott a lift, nem? Nem, fogalmam nincs. Hát úgy néz ki ott a lift, hogy... Te azt nem húzzák, hanem tolják, vagy... Hülye. Mi a... Nem. A liftnek csak egy fém ajtaja van, a másik három oldalról pedig mintha LED TV-kkel lenne kirakva, fullba az egész, és amikor elindul, ugye te lentről indulsz a granitból. Ki van vájva, nagyon jól néz ki. Van ott előtte megemlékezés, ugye a munkások mennek videó falon, meg mit tudom is én, és a lifttel, ahogy elindulsz, köszönt téged a lift, és New York látképét látod, ahogy mész fölfele, látod, hogy milyen magasan jársz, és abban a tempóban a betelepülést, tehát mikor benépesítették New Yorkot, egészen napjainkig egy ilyen timeline-on, egy idővonalon haladsz végig, ahogy épül, és teljesen morbid volt, hogy nézel körbe, és látod, mikor megépül a VTC, aztán 2001-ben eltűnik, és utána 2006 vagy 2007 körül kezdték el építeni a One World Observatory-t, és akkor az egész, mintha ezekkel a vas gerendákkal köréd épülne, a végén pedig köszöntünk a One World Observatory-ban, kinyílik az ajtó, 102. emelet, és akkor ott egy... Jézusom! Mi a 102-ről? Igen, hideg kirázott. Nem is ez volt a morbid egyébként. Az első, én tudtam, hogy mi lesz majd ott, mert ilyen hatalmas, nem is láttam ezek valamilyen, nagyon személyre szabott, ilyen 30-40 centis csíkokból voltak projektorok kirakva, LED panelek. És ott mentek ilyen hangulatvideó tulajdonképp, egy ilyen, képzelj el egy ilyen 4-5 méter magas falat, 20 méter szélességben. És amikor ennek a videónak vége volt, akkor elsötétült a kép, és az egész fal így eltűnt a mennyezetben, és mögötte ott volt az igazi látkép. Na hát ott elszédültél volna valóban, tehát mikor a közelből hirtelen az a valóságos, az nagyon király volt. Úgyhogy itt nekem ez volt a legmeghatározóbb talán, meg hát ugye maga az emlékmű, ahova múltkor nem tudtunk elmenni, az hátborzongató volt, az a két hatalmas nagy gödör, ahova ömlött a víz, és végig ott voltak a halottak nevei bele gravírozva a műemlékbe, és iszonyatosan megadják a tiszteletet ennek is, és meg úgy egyébként a veteránoknak is. Az például, azt majd egy kicsit később mesélem, de Orlandóban, mikor hol is voltunk? A SeaWorld-ben voltunk, mindenféle vízi dolgok voltak ott, delfinek, meg az anyám kínja, és azzal kezdett a animátor, vagy műsorvezető, hogy vannak-e itt katonák, tűzoltók, veteránok, és föltették, úgy szolidan egy-két ember föltette a kezét, aztán egyre többen, és akkor mondta a csaj, hogy hát ennyiben nem merül ki a dolog, tehát hálás az egész nemzet nekik, legyenek szívesek, álljanak föl, és akkor fölálltak, ott elpirulva, meg szégyenkezve, meg szerénykedtek, és akkor mindenki egyöntetűen megtapsolta őket, büszkék vagyunk rátok, mindenhova ingyen mehettek be, és ez természetesen nem csak itt. Tehát az összes múzeumban, a One World-be is, akik ott dolgoztak, akik részt vettek a mentésben, a tűzoltók, a katonák, mindenki ingyen mehetett be. Az is egy nagy flash volt. Hát illetve az ottani Vapor kultúra, hogy
Például a Bryant Parkban ugye a nagy New York könyvtár mögötti parkban valami iszonyatos mennyiségű kutyagolás után félre mentünk pihenni egy kicsit, és nem mondom, park, kicsi lazítás, kicsi elcigi, az jó lesz. És a harmadik sluknál odalépett a rendőr, sehol se volt, nem tudom, hogy honnan. És nem semmi olyan dolog nem történt, ami rosszul érintett volna engem. Őt nagyon tudja, hogy ez nem cigaretta, és ez nem füst, de legyek már szíves, hogy itt a parkban nem, és ennyi. Parkban ne. A parkban, igen. Bassz meg. És egyébként nem, mint egyébként egy iszonyat mocskos dzsúvásváros, de a park tisztaság volt, mindenki a földön hempergett, színházi előadás, tehát egy iszonyat pezsgő élet volt. Ó, csak nem a Horálki. A Horálki mester megérkezett. Fantasztikus. Mellé nyúltatok, Oreo. Úgyhogy ez volt, aztán mi volt? Hát a mennyiségektől azoktól rosszul voltam, tehát hogy semmit nem lehetett emberi mennyiséget kapni. Tehát az iced tea az egy gallonnál kezdődött, és mindenből legalább kettőt vegyél, hogy olcsóbb legyen. És kikészített, hogy nem tudtam hova leülni, és már reggel azon paráztam, hogy a 15. kilométer után hol fogok megpihenni, mert azért egy ilyen laza 60 kilométer belement mondjuk a lábunkba 4 nap alatt, és akkor mondtam, hogy most lassítsunk, mert itt halál lesz. Úgyhogy utána egy kis lazítás, kis itt parkban fekvés, ott henyélés, aztán vépshoppolgatás. Egészen meglepett például, hogy a manhattani Beyond Vape-es srácoknál voltam, és ott ugye minden 10-kor nyit, mese nincs olyan 8-kor, 10-kor nyitottak, és na mondom, este megnézem, hogy meddig vannak nyitva, hogy holnap elmegyünk. És akkor döbbentem rá, hogy 8:30 van, és 10-ig nyitva vannak. Na akkor irány. És 10-ig élet. Még ott a Vaper srácoknál a boltban is. Ott kicsit lelombozott egyébként, hogy lehet, hogy csak fáradtak voltak, vagy az arc volt nagy, hogy más volt a mentalitásuk, mint ahogy ezt egy ilyen webshopra gondoltam volna, vagy az ilyen srácokra. Úgyhogy azt el kell mondjam, hogy a likvidek azok az én ízlésemnek nem igazán feleltek, tehát frankon hülyének éreztem magam, mikor mondtam a srácoknak, hogy most akkor kóstolnék valamit, mutasd, mit van, olyanra gondoltam, hogy... És mindenben benne volt az a rohadt tejszín, borzasztó volt nekem, és rendesen kellemetlenül éreztem magam, hogy a 10. után már mutattam neki, hogy figyelj, kóstold már meg az enyémet, ízvilágban ilyet adjál nekem, és akkor nagy büszkén odaad egy 11-et, vele szívtam, hát mondom, most ezt meg kéne vegyem, hogy azt higgye, hogy ez tényleg ízlik, de ne, ha borzasztó szar volt. És akkor ott végül is ott csak egy kazánt vettem, azon meg is lepődtem kicsit, mert valami 40 dollárra emlékeztem, azt a vége 70 lett egy drip kazánért. De egész más volt a feelingje, tudod, ez a bőrkanapé, és ott, mint a verebek ültek a csajok a bőrkanapén, elől a pasik a pultnál nem ácsorogtak, hanem ilyen bárpultos székeken ücsörögtek, beszélgettek, szívták az elcigit. Azt meg kell, hogy jegyezzem, hogy azt se tudták, hogy mi van a kezembe, tehát meglátták a GT2-t, szívtam, és király ez a dripkazán. Hát mondta, ez nem dripkazán. Ez nem, nem dripkazán. Az nem létezik. Mi ez? Mutatom neki. Hallod, majdnem szívinfarktus kapott, hogy 1,3 ohm. Mi csinál ez vele? És akkor ott megnézegette, megforgatgatta, hogy na, hát ez tényleg valóban egy tankos rendszerű, bocsánat, csak aksid is kell cseréljek, kazán. Volt olyan ember, és tényleg iszonyat tudatlanok voltak. Volt olyan ember, aki megkérdezte, hogy mi ez. És én magyaráztam el neki, magyar gyerek, hogy ez a provari, ez tőletek jön. Fogalmatlanok.
Hogy lehetnek ennyire nem képben? Mert mit csinálnak egyéb, vagy mit színnak? Már mire gondolsz, hogy készülékre? Igen, milyen készüléket használnak? Hát amit én láttam, és mondjuk, ha onnan indulok, hogy repülőtér átszállás, akkor ugye mi a Heathrow-ról, tehát Heathrow-n szálltunk át, ott például iszonyat mód mindenkinél az iStick-et láttam. A kis 30 wattos iStick-ek, és ott, de az számolatlanul, tehát rengetegen. Tudod, úgy félve, hogy hú, előmerjen venni. Tehát nézem, bazd meg, ott is füst, gőz, ott is, ott mi az anyámban, és mindenkinél. És ezzel a, fú, tököm tudja, milyen kengertek kazánnal. Ja, az a ilyen-olyanra cserélhető. Igen, a piros ógyűrűs. Az. És kint pedig vagy a nagyon noob egószettekkel láttam az emberkéket, vagy a webshopokban ott, hát amit látunk tényleg a videókon a mehával és a dripperekkel, vagy ami meglepett, hogy rengeteg klón van például ott is akár a nívósabb boltokban is, és a kínai Yihe elektronikás cuccokkal. Úgyhogy a New York-i e-cig is része az ennyi volt. És az pozitív csalódás volt, hogy bárhol megkérdeztem az e-cigit, akár étteremben, akár olyan helyen, ahol zárt térben voltam, mindenki értetlenül állt ilyen szinten, hogy hát nyugodtan, hát ez nem cigaretta, szívjad csak. Tehát ahol konkrétan ki volt írva, hogy nem lehet, ott az ember nem kísértette a sorsot egyébként, meg liberális volt nagyon ilyen szempontból. Kivéve a parkban. Nem emlékszem, hogy mit beszéltünk. Igen, egyszer beszéltünk erről, hogy talán a Central Parkban is betiltották. Hú, már nem emlékszem. Volt talán egy ilyen adás, hogy igen, protest, és akkor majd ott tüntetés. De ettől függetlenül például ott is gőzöltem, és kutyát nem érdekelte. Na jó, tehát nem az, ott nem fogyott annyira szabad téren, mint itthon, de nem, tehát direktben senki nem volt, egyszer volt talán olyan egy étteremben, az olasz negyedben, hogy odajött a felszolgáló gyerek, hogy hát neki semmi baja nincs ezzel, mert tudja, de a mellettem levő asztalnál ott nagyon, nagyon köpködnek, de megjegyzem úgy, hogy szívták a cigarettát. Tehát az kurva vicces volt, és akkor zavarta őket a málna gőze. Úgyhogy ez az egy ilyen eset volt, aztán ott igazából nem volt olyan, ahol azért megszóltak volna. Egyszer azt hittem, hogy én szólaltattam meg, és kijött a tűzoltóság 2 percen belül, de hála Isten nem én voltam. Aztán ugye amerikai reptér az felejtős volt minden szempontból, mindegyik. Aztán mi volt? Utána volt ugye Miami, az már olyan szempontból jobb volt, hogy ott autóval, és akkor az autóban lehetett aztán eregetni orvérzésig. Meg kint nem is lett volna energiája az embernek, mert azt ilyen európai fejjel kurva nehéz elképzelni, legalábbis nekem az volt, hogy a feleségem folyamatosan fosott, hogy rossz időt írnak. Mondom, nyugi, azért más ez a rossz idő, mint itthon, mert felhős időt írtak. Hát az a felhő az olyan volt, mint nálunk a bárányfelhő, és valóban 26 fokot írtak körülbelül minden napra, de mivel a páratartalom az ilyen 85-től fölfele volt, ezért az a real feel-ben, ahogy írták, az ilyen masszív 35 fok fölött volt mindig. Tehát jó, rendélem. Igen. Tehát ahogy a kocsiból kiszálltunk, az nem az, hogy elkezd gyöngyözni a homlokot, hanem a póló egyből rátapad, és így buh, na, bassz, meg leizzadtam, cseréljünk pólót. Aztán a másodiknál azt mondta, hogy a picsába hagyom, az meg hát nem lehet ezt textillel bírni. Úgyhogy az volt, az egy kibaszott nagy feeling volt egyébként nekem Miami, nem is Miami igazából, hanem Orlando ugye ezzel a SeaWorld-del, a Key West-re lementünk, az nagyon megfogott minket, az egész hangulata, ez a hát nem tudom elmondani neked, egy-két képet majd mutatok nektek, és akkor meg lehet, tehát azok a pici házak, a
rosszul lettem, hogy akkora gekkók másztak. Hát ilyen karomhosszúságú volt a legkisebb, egy-másfél méteres fönn a vezetéken, a 220-as vezetéken, és így mellettem toccsant a szar, és azt hittem, hogy bazd meg, sirály, fölnézek, ez nem sirály, bazd meg. És na ott a vape shopba bementem, ott egy dedikált Vapor Shark shop volt egyébként, meg is lepődtem rajta. Na, az viszont kurva jó volt. Ott nagyon pozitívak voltak az emberek, két eladó volt, kinyalták az ember valagát, ízeket mutogattak, készülékeket mutogattak, biztos elég erőse, biztos megfelele az íz, a málnámat megcsodálták, ízlet nekik, úgyhogy adott egy hozzá hasonló ízt, azt el is hoztam, de egyébként jellemző rájuk, hogy nem tudtam olyan egyszerű ízeket találni, mint itthon, és én ezeket az egyszerűbb ízeket szeretem egy-két domináns ízzel. Ott tudjátok, ez a, amit sokszor beszéltünk már, ez a 8 millió íz, és ezt is érzek, azt is érzek, amazt is, és nem tudom, hogy igazából mit érzek. Rögtön jövök, urak, megjött a vacsorám. Ó, pizza in the house. In the house. Úgyhogy nekem a Vapor Shark Shop az kifejezetten bejött. És vettél valamit a Vapor Shark Shopban? Ne, csak likvidet. Csak likvidet. Az igazság, hogy néztem volna az új RDNA 40-et, de az kifogyott. Aztán, hát gondolom, hogy azért nem tartottak már, mert ugye jönnek ők is ki az új 200 wattossal, amiről majd később szót is ejtünk. Nem tudom elmondani neked azt a milliót, ami ott volt, egész más, mint a New York-i pörgős, az sokkal, sokkal nyugodtabb volt, tudod, mint mikor így ülsz kint délután a kurva nagy melegben a kerti ülőben, és akkor csak így élvezed az életet, meg nézelődsz jobbra-balra, az olyan volt. Úgyhogy hát nagyjából ennyi. Két bőröndel mentünk, hárommal jöttünk, és nem kazán volt benne. Azt mondd el, Charlie, hogy anyát mivel lepted meg odakint? Ú, várjál. Hogy mit vettem neki, vagy ilyenre gondolsz? Igen. Hát egy plusz bőrönnyi ruhát. Nem elég. Hát ez neki a kánaán volt, tudod, ez a beszalad. Nem a kazánokkal volt el a harmadik bőröd, anya ruháival. Hát abszolút. Tehát ezeket az értékesebb dolgokat visszafele nem is, és mint utólag kiderült, nem is baj, hogy nem a nagy bőröndbe tettem, hanem minden műszaki cikket a kézibe. Föl is nyitotta a TSA egyébként kétszer a csomagomat. Egyszer Miami-ból New Yorkba, egyszer meg New Yorkból hazafelé. Úgyhogy de folyamatosan bazd meg ez a vedd le a cipődet, vedd le az anyám kínjádat, és átvilágítunk, és laptopot vedd ki a táskából. Hallod? Nem találkoztam még ilyenne, mint egy kis bot, és a végén egy ilyen szemüvegtörlőkendőszerű anyag, tudod, ez a mikro... És be van fogva, és azt mondja, hogy tedd föl a kezed, így tenyérre fölfele, és így végig simogatja. És utána beteszi a készülékbe. Berakta a készülékbe, és mint egy spektrométer valamit mért, és mondta, hogy oké, mehetsz. Kábítószer, lőpor, robbanóanyag. Igen, úgyhogy egyszer pont az asszonynak a bőröngyét is a gép félretolta, nézzük át még egyszer sorba, és ott belülről is átdörgölték ezzel a kis készséggel. Re. Mi jött, Krisztián? Rántott sajt petezselymes burgonyával. Igen, rántott sajt. Tudsz élni. Megadjuk a módját. Petezselymes burgi, azt régettem, ja. Úgyhogy fiúk, nagyjából ennyi volt. A második hét végén már tudtam, hogy kevés volt a három hét, úgyhogy bármikor vissza tudnánk még menni oda még egy-két hétre.
Aztán ennyi. Krisztiánnak idegroncs voltam már, hogy kavics kell, és New Yorkban lent Coney Islanden egy büdös kavics nincsen, csak a homokba. Az megmondom, befőttes üvegbe hozzak homokot, vagy mi az anyámat? Akkor utána átmegyünk Miami-ba. Miami-ba homok. Fehér homok. Hát mondom, ez se kavics. A kurva életbe kíveszt. Megláttam a partot. Mondom, kavics, bazd meg, szikla királyság, oda mentem, és akkor ott végre volt kavics, úgyhogy ez ilyen nagyon, nagyon last minute volt ez a kavics beszerzés. Tényleg az utolsó két napjában sikerült, már gondolkoztam a B-terven, hogy mit fogok hazudni, hogy miért nem volt kavics. Fogadom Ferihegyről egyet. Igen, úgyhogy, és ami ledöbbentett egyébként, hogy Miami-ban, ahogy leszálltunk, autóbérlőpult, megszólalok angolul, és néz a nő, mint hal a szatyorba. No habla inglés, bazd meg, spanyol. Hát mondom, ez így hosszú lesz. És ott az ember... Spanyolul beszélt az ügyintéző. De úgy képzeld el, hogy ott én azt mondanám, hogy a második nyelv, de nem, mert inkább az első, mert mindenki hozé volt, meg az anyám tudja. A közértben, mikor megkérdeztem, hogy van-e teljes kiörlésű kenyér, meg olyan, ami nem szeletelt, akkor nagyon lassan még egyszer elmondtam, valami úgy láttam, hogy megcsillant a szemébe, és elkezdtem mondani spanyolul a választ. És mondtam neki, hogy no habla español, no habla español. Oké, és folytatja tovább. Hú, bassz meg, jó lesz ez a kenyér, hagyjuk. Tehát rengeteg, és nincsenek is ugyanúgy, mint tudjátok, ezek a nagyon zárt közösségek, nincsenek rákényszerítve arra, hogy bármi emberi nyelven megtanuljanak, hiszen ott élnek egymás között, nincsenek rákényszerítve arra, és tényleg mindenki spanyolul beszél. Vagy ha nem beszél, akkor megérti. Úgyhogy ennyi. Meg hát természetesen a folyamatos agyonklímázás, amitől mindenkit óvnék, mert szerintem az üvegházhatás 80%-ban a tetves amerikai klímáknak köszönhető, a 16 foknak, a buszon, a metrón, az autóban, bármit csinálsz, ha az autóban leveszed a gyújtást és elindítod, újra onnan kezdi. Tehát ez bele van égetve beléjük, és bemész a benzinkútra, és olyan természetes nekik, hogy nyáron pulóverben ül benne a benzinkutas. És én meg olyan fejfájásom volt, hogy tudod, kimész, bejössz, hideg-meleg, hogy mondom, ezek megőrülök. Ezeknek meg ez természetes, ez kell. Nem tudom, ingyen van a hideg. Ja. Úgyhogy, na, hát ennyi volt. Hazafele volt a legszarabb. Nem, a legjobb, mert jöttem hozzátok, annyira vártam már. Ugye. Fuck yeah. Jaj. Na is veletek? Nyaralás volt már? Ó, még nem, majd egyszer valamikor. 6 éve nem voltam nyaralni, Charlie. Valószínűleg az elkövetkezendő 6-ba se leszek. Én már megkaptam egyébként most, hogy visszajöttünk, és most kezdtek elmenni kollégák, meg barátok, és hát ez most olyan, mintha mi nem lettünk volna sehol, mert hogy most van a főszezon, és menjünk el még nyaralni. Mondom, az így easy. Úgyhogy pedig mi is voltunk, csak úgy néz ki neki, mint hogyha mégse. Úgyhogy valami vízpartot azért még jó lenne megcsípni, legalább egy kis balcsi, vagy valami. Egy podcast csobbanás. Jó. Nem is voltunk évek óta sehol, de idén megpróbálkozunk vele ilyen július végén, augusztusban. Hova? Valami vízes helyre. Elmegyünk Harkányba, az biztos, mert azzal nekem fix a ideám, nagyon-nagyon régen nem voltam Harkányba, és utoljára 6 éves koromban kb. És azt meg akarom nézni, meg megpróbálunk ilyen családilag elmenni valami Horvátország, vagy ilyesmi. De még képléken, csak a szándék van meg egyelőre, szervezés még nem történt az ügyben egy darab sem. Ezt a tengeri cipőt vinni, mert a kavics meg a tengeri sünök engem ott kikészítettek. Tengeri cipő? Az mi az a tengeri cipő? Hát, az egy gumicipő. Egy gumitalpú cipő. Ja, az ahogy hívják fel, csöntött szandál. Hát azért annyira nem, a teteje neoprén, és gyakorlatilag arra jó, hogy ott a kő nem töri föl a lábad, a kagyló nem vágja meg a talpad, meg ha tengeri sűnbe lépsz, akkor nem fáj annyira.
Ja, amikor utoljára arra jártam, akkor a partokon mindenhol árusítgatták ezeket, ha emlékeztek rá, még a régi jó kis rendszerváltás előtti ez az áttetsző fölcsöntött műanyag szandál. Ú, de az nagyon csehszlovák, ne haragudj. Nem tudok, az, az, hát az hozzátartozik. Nem tudlak benne elképzelni. Tudod, te vagy az az igazi IT-s rabarnul gyerek, aki hát talán egy árnyalat van a karja meg a teste között, de látszik a póló nyoma, és fölveszel még a fecskédhez egy ilyen gumiszandált. Na hát az egy fotót kérünk, akkor léci. De igen, az, a, az a szandál, az tengeri sünálló volt, öcsém, tehát bármibe beleléphették. Az nagyon durva, és igazából ez ad egy ilyen jó kis csehszlovák és jugoszláv hangulatot az egésznek, tehát egy ilyen kis időutazási jelleget kölcsön ez a dolognak. Jugoszlávia, atya úristen, még Krisztián akkor járt az NDK tengerpartra. Az, ott NDK-ba sose voltam. NDK tengerpartra. Arról már lemaradtam. De, tudod, ez az öreg ember még járt ilyen helyeken. De tudod, hol volt az NDK tenger? A Balaton. A Balaton. Így van. Persze. Amíg volt vasfüggöny. De lehet, hogy most is majd járnak ide. Most is lesz. Most mindjárt lesz vasfüggönyünk, úgyhogy... Igen, úgy hallottam, nem egy nagy trubály, és most már csak így ideiglenesen is csak pár hónapig, de hát így nem tudom az elképzelni. Az a baj egyébként, hogy ez valószínűleg ilyen viccesnek hangzik, de itt Szeged környékén ezt napról napra megéljük. Tehát itt múlt hét csütörtökön reggel Szeged alatt 2000 ember lépte át a zöld határt. Nem normális dolog. Azt így el tudod képzelni, hogy itt mi volt a városban? Tehát a Mars téren, öcsém, olyan venezuelai, vagy nem tudom én milyen származású menekült mászkát, 3 darab kés volt az oldalán a csávónak. És egy magyar kislány személyigazolványát dugta mindenki óra alá, hogy pénzt kérje. Sor vagyjon el az ilyen. Tehát érdekes. Ez napi probléma itt. Erre csak egyet tudok mondani. Felcsút. We have a problem. Mi? Láttátok? Plakátokat? Hát zseniális. Én ezen beszartam is, hogy oda kirakták. Prezident itt, hallott. Itt egy űrál, mert nem, egy űrkikötő épül. Hamarosan űrkikötő épül, igen. Reméltem, hogy belehúzzák a ganümédeszi UFO-kat is, de az kimaradt. De ez mennyire durva volt, basszus, hogy tényleg 3 millát akartak összekalapozni, és lett belőle 33 pikpak. Nagyon kevés. Mint most hallottátok, hogy most meg nem a Kickstarteren, Indiegogón gyűjtenek Görögországnak? Igen, néztem. És 1 millió már összejött. Ez hát az egész IMF hitel nem fog összejönni, de így is ijesztőek azok a számok, amik ott vannak. És mindenki gondoljon bele, hogy ez ránk is kihat, mert drágábban fogjuk venni a modot, mert már most is érződik a dolláron rohadt életbe. De nem igaz egyébként, hogy nem történt velünk semmi, mert még a legelején, amiről jól lemaradtál, itt volt a nagy sikerű tüntetés, demonstráció happeningünk. Krisztián, megnéztem. Megnézted? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy elejétől a végéig, de a kobakodat megcsodáltam. Tehát alig 1 óra 20 perces megnézhet. Persze. Az új nyáriasított séródat, mindent visz, mint a piros hetes. Hát kicsit el voltam kenődve, hogy kevés pólót láttam az embereken, de azon kívül úgy láttam, hogy ha nem is... Elkapkodták a járókelők. Hát azon a pofám leszakadt. Hát hihetetlenek. Mindegy, ingyen van, bazd meg. Ha más nem, felmosorunynak jó lesz. Hát, hallod, kabaré. De egyébként meg jó volt, úgyhogy kár, hogy lemaradtál róla, Charlie. Nagyon jó hangulatú kis esemény volt. Állítólag nekem is van még egy megfelelő férfi méretű póló, úgyhogy... Abba te ne bízzál, Charlie. Hát az Endre írta nekem, hogy félre lett téve. Egyébként akkor itt köszönjük meg Endrének, hogy legyártotta a pólókat, és azoknak a kereskedőknek, akik pedig anyagilag ugye hozzájárultak ehhez, hogy mindenkinek ingyen legyen a pólója, és Marika néninek is, aki éppen tejért ment le a sarki közértbe, neki is lehessen mérges vaper pólója. Respekt! Hmm.
Én Krisztiánt próbáltam hallgatni. Iszonyatosan hosszú volt, tehát az nekem is meglepetés volt. Szerintem egy tömeg ekkora hosszúságú beszédet nem, vagy nehezen tud tolerálni. De azt mondta Krisztián, hogy meghúzta. Igen, ez már a rövidített verzió volt. Tehát ez a rövidített verzió volt. És azért is mérges voltam, mert tudod így, beszél, közben gondolkozol, jó, akkor ezt még nem mondta. Egyszer csak elmondta. Jó, akkor keresünk valami mást, amit nem, de ezt is elmondta. Akkor nézzünk valami, és végigmentem minden, és ez mindent elmondott, érted? Tehát olyan iszonyú kerek volt így az egész, meg amit így összeszedett, hogy utána már neked ott megszólalási esélyed nem volt, úgyhogy felolvastam a levelet a végén. Azt hittem, azt csinálod, hogy odaérsz, magadhoz ragadod a megafont, és ez a faszom belétek, és földhöz baszod a papírt, azt eljössz onnan. Nem volt ez hosszú egyébként, tehát így szünetekkel meg mindenestül volt másfél óra. Egyébként na, teljesen megdöbbentő volt, hogy pöcre kijött az időtervezés. Figyelj, tehát valami mondtad, olyan szinten pöcre, hogy hú. Itt mondtad igen? Ki a varázsszót, tehát ez a szünetekkel másfél óra. Bazd meg, mint egy színházi darab, hogy szünet volt közte. Nem, hát srácok, ti soha nem voltatok demonstráción, tehát azért másfél-két órát hallgatni másokat, ahogy beszélnek, hát az nem gáz, szerintem lenni, azért. De az úgy szokott lenni, hogy felszólaló, aztán jön a P-mobil, felszólaló, aztán jön Nagy Feró, tehát valami ilyesmi volt? Nem, ezt így el tudnám képzelni. Ez aztán jöttem én. Tehát figyelj, ez tehát nekem ez olyan volt, mint a kisegyházaknál ez a hittérítő túra. Tehát jött Krisztián a prédikátor, érted? Elmondta, bevezette, aztán jöttek a tanúságtevők. Milyen cinikus tisztó vagy. Nem. Nem. A Krisztián, mint próféta, majd jöttek a tanítványok. De amúgy jó volt. Tehát, nem, ami engem megdöbbentett, az az, hogy mi kiküldtünk 17 vagy 18 sajtó meghívót, Krisztiánnal szerintem 8-9 médiát keresztbe, tehát mind a ketten. Meghívtunk Krisztiánt, te mennyit mondtál? 28-nak írt. 28-nak írt nagyjából, tehát mint egyesület, mint nem tudom, a magad nevében, vagy az FV. Mint szervező. Ja. Mint szervező. Ugye ment e-mail a minisztériumnak, ment levél a minisztériumnak, semmi, érted? De tehát semmi média? Semmi. Egyetlen egy ember tett föl fényképeket, az valami fizetős fotós volt, aki... Na jó, nem, én olyanra gondoltam, hogy kamerával mondjuk, és hát azt nem is, hogy este a híradóban, de úgy valami eldugott kábel csatornán. Nem volt sajnos, igazából elvitték nem jut eszembe a kifejezés, szóval elhalázták előlünk a bulit. Ellopták a sót. Igen, ellopták a sót, köszönöm szépen. A szociális ágazat dolgozói, meg a devizahitelesek, ők pont ugyanakkorra szervezték a hacacáréjukat. És hát ugye engem megkötött ez a nemzetközi vigyó, hogy jóval korábban ki lett találva már a dátum, mint hogy ők ránk szervezték volna, és akkor meg már nem nagyon lehetett mit variálni rajta, úgyhogy igazából a sajtó velük volt elfoglalva. Hát legközelebb akkor tudod, meg. Hogy kell készülni. Ködgránát, bazalt kocka. Nem, figyelj, Charlie, tehát hány rendőr volt ott biztosítani? 5? Hát én 7-8 szerintem. 7-8. Mindegy, szóval nem kevés volt. Én a végén oda mentem mindegyikhez, külön megköszöntem a közreműködésüket. Szóval tényleg nagyon kulturáltak, mondjuk mi is azok voltunk, tehát szó nem érhette a ház elejét. Külön megköszönjük Krisztiánnal együtt most mindenkinek, aki vette magának a fáradtságot és a bátorságot, és eljött, és erősítette ezt a közösséget. Én azt gondolom, hogy ez volt minden idők legnagyobb Weber politikai megmozdulása.
Tehát egy cél érdekében csak azért, és nem a buli, meg nem a kiállítás, meg nem a kaja, meg nem tudom én, mi kedvér. Tényleg csak egy politikai, meg gondolom, hogy nem a pólókért, mert például én a pólókról nem is nagyon vettem tudomást, vagy nem is nagyon tudtam róla, hogy ez a háttérbe szerveződik. De hogy tényleg, hát hát te összeszámoltad, Krisztián, hát közel 200-an voltunk. Közel 200-an voltunk. Tehát ez óriási meglepetés volt nekem is. Úgy is, hogy Szegedről mi úgy indultunk, hogy két autóval jövünk, aztán csak egyel kellett jönni. Egyébként, amiről szó volt, meg ugye több eventet is megosztottunk, Facebookosat, hogy rajtatok kívül a vidéki szerveződésekről volt valami visszajelzés? Volt videó, meg fotó is róluk, igen. Miskolcról rengeteg fotó, és ha jól emlékszem, Pécsről meg videó. Így van, és engem még menet közben Inkvi hívott Krisztián beszéde alatt, hogy ők már végeztek, és hogy nálunk mi van. Úgyhogy szerintem így országosan is, meg mondom, így egy helyen 200 voper, ez tényleg megdöbbentő mennyiségű ember volt, rengeteg ismerős. Hát akivel nem tudtam külön beszélni, vagy köszönni neki, attól most kérek elnézést, de tényleg rengetegen voltak. Ja, és utána még volt egy after party. Igen. Amit az OSZI szervezett, VAPE 42 szervezett. Oda is elmentünk, szegediek. Ott már azért nem voltunk csak egy ilyen 30-50 között. De jó volt az is. Tehát. Na hát akkor... Klafa volt. Én azt akartam még elmondani, hogy azért tűnt hosszúnak, mert hogy alapvetően egy demonstráció másfél-két órát hallgatni, amíg emberek beszélnek, az nem annyira megterhelő, és a hangsúly itt az embereken van. És ugye itt nem nagyon volt senki a közbeékelt gőzlér társainkon kívül, aki mondta volna a dolgokat, úgyhogy kénytelen voltam én mondani, és ezért tűnhetett olyan hosszúnak, mert én beszéltem megállás nélkül jóformán. De egyébként, tehát ilyen utcáról megálló emberek, akik rácsodálkoznak és megállnak, hallgatják 5-10 percet, ilyen volt? Hát ezt én nem tudnám megmondani, mert én azt gondolom egyébként, hogy nem. Uh-huh. Tehát olyan volt, aki tényleg beállt a póló és sorba, aztán elhúzott egy ilyet láttam, de én azt gondolom, hogy ez a pólós történetet sem kéne hibaként fölrónunk, hát nyilván majd legközelebb, ha lesz egy ilyen alkalom, akkor egy picit másképp fogjuk ezt szervezni, de óta akkor prompt ez így sült el, az kész. Hát ez semmi gond nincsen egyébként. Hugom látott egy nagyon érdekes dolgot, le akarta fotózni, de aztán lemaradt róla, egy ilyen nagyon durva kontraszt volt, hogy ott a szélén áldogált, és pont rálátott, hogy így a látótere egyik felén ott vagyunk még őzérek, és zajlik a demonstráció. A látó szemes sarkában a másik oldalról meg kijön egy öltönyös fószer a minisztériumból, megáll, és így dohányzik. És akkor így nézett, oda-vissza nézett, hogy hú, akár de durva képet lehetne erről csinálni, de aztán lemaradt szegényként. Szóval remekbe szabott dolog volt, várjuk a hatását, amennyiben lesz ennek hatása. Azt látjuk egyébként, hogy hát én azt gondolom, hogy az ilyen szélmarom harc lesz. Tehát, kinek tudtátok átadni, amit át akartatok adni? Nem volt személyes átadás igazából. Bedobtátok a postalevél, vagy a levélszekrénybe? Nem, hát gondolom... Nem, hát ajánlott küldeményként elment. Én a megmozdulást megelőző napon küldtem el az e-mailben a minisztériumnak, és a megmozdulás napján adtam föl postára, úgyhogy a feladószelvény az a birtokomban van. A postáról jut eszembe egyébként kis apró érdekes... A
a New Yorki postáról, ugye a főpostáról, a Penn Stationnel szemben van a posta, és olyasmi épületet képzeljetek el, mint mondjuk a bármelyik a népművészeti, vagy a népművészeti, népművészeti agyagedénye, a Nemzeti Múzeum frontja, mondjuk, ilyet képzeljetek el szemből, és úgy méretre körülbelül ennek a hatszorosa. Ez volt a főposta. És mikor bementünk, és mondtam a nőnek, hogy bélyeg, meg boríték, meg mit tudom is én, odaadta, és kérdeztem, hogy hol a levélbedobó, tudjátok, ez a kis piros szekrény, ahova te bedobod a levelet is. Így mutat arra, így unottan, hogy 12-es ablak, 12-es, jó mondom, de 12-es ablak, és akkor, na mindegy, mondom, menjünk. A levélbedobó szekrény az a 12-es ablak volt, ahova benéztem, és egy olyan, hát egy olyan 15 négyzetméteres szoba, ahova így bedobtad a levelet a szobába. Hát mondom, ez tök jó, bedobok ide 5 képeslapot, ez soha nem fog előkerülni. Mindegy. Mondom, dob be, nem érdekel, feelingből lefényképezzük. Feleségem bedobta, előbb értek haza a képeslapok, mint mi, úgyhogy meglepődtem, hogy így is lehet csomagot kézbesíteni, hogy hát mondom, ez ilyen statisztikai hiba lesz a földön, ez az 5 képeslapot, a hatalmas nagy csomagok, meg dobd a padlóra. Na, igen, de dulván. Jajajajaj. Úgyhogy ez érdekes volt, azt még elfelejtettem, és az egy hatalmas sztori volt egyébként utána, hogy föladtuk ezt a levelet, átmentünk a Penn Stationre, hogy megnézzük belülről, hogy is néz ki, és te természetesen mindenhol katonai jelenlét és készültség, attól függetlenül, hogy semmi nem volt, szürke terepruhás katonák, és hát én videóztam, fényképeztem, és láttam, hogy egy kis katona úgy kimozdul a képből onnan, hogy hát tudod, nem leszek rajta. Hát mondom, jó van, ez le van tudva, majd akkor máshol, és elindultam a WC felé, mosdó felé, és ott megláttam egy... Igen, a restroom, megláttam egy nagy darab négert, bocsánat, egy nagy darab afroamerikai katonát, gépkarabéllyal, ahogy kell. És mögötte mentem el, és tudjátok, mint az idióták, így két kézzel, így elkezdtem rám mutogatni, közben a feleségemnek, hogy ide nézz, ide, oda néz, milyen katona. És így csak intelligensen. Igen, ahogy ezt így abba hagytam, megláttam a szemem sarkába a kis katonát, aki az előbb kisétált, és elindult hát felém, illetve a másik katona felé. Na mondom, jó van, elmegyek, dobok egy sárgát, jövök vissza, és akkor már a katona szembe áll a WC-vel. A nagyobbik. Aki még nálam egy fél feje magasabb volt. Mondom, akkor a bajnak elébe megyünk, oda megyek hozzá, hülye turista, elnézést, közös képet lehet. Nem tudom így rádión, podcasten keresztül átadni azt az arcot, ez a így nézett, hogy ennyi volt a nézése, hogy így most mit csináljon, és mikor jó, odaadom a telefont a feleségemnek, és abban a pillanatban, hogy rámutat a feleségemre, maga az előbb fotózott. És ő meg nagy büszkén, nem fotóztam, videóztam. Körbe videózta az összes katonát, és mondta, hogy jó, lehet a fotó, csak legközelebb előtte kérdezze meg. És akkor vedd föl nyugodtan, természetesen. És mondhatom? Mondjad. És mondom a katonának, jó, akkor közös kép, egymás mellé álltunk, hát mondom, ezt nem karolom át, mert itt helyben tarkón lő. Hüvelykúj, nagy mosoly, neki így a képen, hogyha eléggé kizúmolom, akkor valamit a szája sarkába látni, hogy talán mintha megindult volna, de rezzenéstalan arca. Egy fél grimasz. Igen, úgyhogy mondta a feleségednek, hogy legközelebb létszik, kérdezz már meg előtt. Úgyhogy ennyi volt az élmény a katonákkal az állomáson. De ez off volt. Fifika közben eltűnt az éterben. Ő volt egyébként, aki csörgött, vagy te? Igen, ő volt. Ja, akkor... Voltam. Irány a kukorica a sarokba? Mit csinálják? Hát ilyenkor is dolgozom. Ja, Istenem. Szívem szakad meg. Ekkora munkatigris. Na, és milyen hírek vannak egyébként? Egy kicsit le vagyok maradva, meg kicsit ilyen csöndes dolog volt.
Összegyűjtöttem még, amíg távol volt egy érdekességet Farsalinos dokitól, azt kezdte el feszegetni, hogy szerinte ellenjavallott a fűtőszál kiégetése, ez az ízításos égetés és tisztítás és ilyesmi, és elő is szedett egy Pedro Carvalho nevű szakembert, akivel átbeszélték, hogy szerintük azért nem jó ötlet ez, mert hogy alapvetően ez a fajta hevítés már változtat az anyagnak a szerkezetén a fémen belül, és ezért növeli az esélyét annak, hogy esetleg olyan részkecskék válnak le, amit alapvetően nem kellene, hogy leváljanak. Úgyhogy most ez az új Farsalinos dokitól, hogy ő azt mondja, hogy igazából, ha az ember fűtőszálat cserél, akkor cseréljen fűtőszálat, és ne izzítgasson, ne égetgessen, ilyesmi, hanem úgy telibe cserélni az cső. Jaj, nagy a baj. Nem tudom, olvastátok-e ezt, hogy mi a véleményetek róla. Én azóta is vidáman izzítgatom és égetem. Ezt akartam mondani, hogy már én úgy mertem csak elindulni a túrára, hogy mondom, nem cserélek előtte, mert az semmi jóra nem vezet. Szerintem már egy ilyen másfél-két hónapos tekerés volt benne, tehát az valamikor április, március közepe, és még mindig az van benne, és vidáman izzítgatom, meg égetgetem, ha úgy adódik, de nem, erről nem hallottam. Mondjuk nem egy nagy történet kicserélni, de hát az biztos, hogy 3 naponta nem cserélnék új tekerést. Ha csak a jó Farsalinos dokit nem környékezték meg a vasgyárak. A vasgyár, a titánium húzógyár. A fűtőszál lobby. Igen. A fűtőszál lobbisták. Nem, egyébként van abban némi igazság, amit mondanak. Hát nem szoktak hülyeséget mondani a dokéjé. Végig gondolod, akkor az égetéskor a felület az biztos, hogy kiterjed, miután leégeted róla a kokszot, és szóval az már nem ugyanaz a felület, mint egy friss tekerésnek. Na jó, csak én meg úgy vagyok vele, hogy abszolút laikusként mondom ezt most, ez új nekem ez az info, hogy az anyaga nem változik meg. Hogy ez nem olyan, mint egy lekvárral töltött fánk, hogy szétreped a külseje és a belsejéből folyik ki a lekvár. Tehát én úgy gondolnám, hogy az anyag belseje is ugyanaz az összetevő, mint a külseje. De hát, ha megvizsgálták és ez felmerült, akkor... Azt feszegetik, hogy 700 fok környékére hevül föl így a száraz ízítással a fém, és az már az a hőmérséklet, amikor elkezd megváltozni az anyag szerkezete. Gondolom ez nyilván arról szól, hogy a felületén lazul a kötés az ott lévő molekulák között, és ezáltal felszabadulhatnak olyan részecskék, amik egyébként nem szabadulnának föl. Na jó, de ezt miért mondjuk, amikor mondjuk a kantálnak 1300 fok körül van az olvadás pontja? Illetve de nem kell megolvadnia ahhoz, hogy tehát az már elég extrém, hogy olvadás pontig hevíted a dolgot. Persze, de azt mondom, hogy addig minden további nélkül bírja a hőterhelést. Persze, de itt most nem arról van szó, hogy bírja-e, vagy nem bírja, vagy hogy lesz a baja, vagy nem lesz a baja, hanem tényleg ez csak egy ilyen felvetés volt alapvetően, hogy valószínűleg nem jó. Én már látom a jövőt. Tehát lesz fűtőszál edző olaj a piacon. Tehát fölhevíted a kantát, és így belenyomod az edző olajba, és akkor újra kemény, és nem megbontható felülete lesz a fűtőszál. Hát, vagy nyomod hideg végébe. Például. De edzőbe, tehát akármilyen végébe nem nyomhatod. Tehát az egy speciális... Azt jövő héten keverek is egyet. Na, minden esetre egyébként, bocsánat, sokan fölkapták a fejüket erre, kivált kép azok, akik hevítik a fűtőszájukat, mint én. Úgyhogy kapta az ívet a doki rendesen ez ügyben, és mutogatnak neki mindenféle anyagminőségi statisztikákat, hogy a legtöbb fém 1000 fokig teljesen jól bírja a mindenféle szerkezeti változás nélkül a hevítéseket, stb. Akkor ásta elő ezt a Pedro Carvalho nevű anyag szerkezeti szakértőt, hogyha jól mondom, hogy ki ő, és vele állapítgatták meg, hogy alapvetően vannak olyan ötvözetek, amik 700 fokon már változtatnak a fémnek a struktúráján és a benne lévő elemek közötti kötésen.
Na mindegy, de természetesen ezzel nem állítja azt, egy szóval sem állítja, hogy ettől veszélyes lenne, vagy jóval egészségtelenebb lenne, vagy megközelíteni akár picit is a dohányzás károsságát. Minden esetre ez most az új ötlete, hogy ne hevítsük. Na, szerintem semmi baj nincs ezzel. Lusta disznók azok hevítsenek. Aki meg ad magára, az természetesen volt a cserével együtt kicseréli a kantát is. Hát. Én lusta disznó vagyok, nem tudok hetente tekerni. Meg gondolom, hogy nem a pénz az, ami ilyenkor dominálja az embert, hogy úristen, 5 watt a cserét bírja ki a kantálon, mert nem hát lesz. Igen, az a 4 centi kantál. Nem lesz 4 centi. Azért vigyázzatok, mert klepto, nano, dragon, mikro, faszom tudja milyen koilnál, beleszalad akár több méter kantál. Fél kiló kábel benne úgy, van. Úgyhogy ez is... Jó, hát figyelj, van, aki kilóra árulja a kantát, tehát nincs ezzel semmi gond. A szempontból nem hülyeség egyébként, hogy én az előző tekerésemet azt még tavaly karácsony előtt tekertem meg, úgyhogy már fél éves elmúlt, amikor úgy döntöttem, hogy ideje kicserélni. Mi volt abba? Baromi jól működött, teljesen jó, mint dual coilos, szuper, teljesen zseniális. Figyelj már, a Perzo az nekem is úgy volt egyébként, a kis fogtisztító kefével, mit tudom is én, mikor áthúztam a vattát, akkor kidörgöltem belőle, meg kívül megsikáltam, izzítottam kettőt, és tök jó volt. Tökéletesen működött. Na, az volt a hátulütője a dolognak, hogy az alatt a fél év alatt, amíg nem tekertem, hirtelen kiment a kezemből a tudás, és ott szerencsétlenkedtem fél délután, hogy nem igaz, hogy nem tudok tekerni egyet. Úgyhogy ebből a szempontból jobb gyakrabban cserélni a tekerés, mert az ember nem felejti el, hogy hogyan is kell. Vagy megtekersz mondjuk egyszerre 10-et, mikor megy, és aztán azt elrakod kis dobozba. Vagy. Vagy veszel a fasztekenelőre teker. Én azt akartam elhinni, hogy most már ízét kleptont is lehet kapni a faszteken. Spulniban. Azt nem láttam, hát de el tudom képzelni. Én nagyon le vagyok maradva, most már mondhatom, hogy hónapok óta nem néztem, de pont valamiért rápillantottam, azt, és pont az a nap volt egy ilyen kantálos nap a fasztek életében, és piaci áron volt egyébként, tehát nem olcsó volt az 5 méter, valami 1200 forint körül. Úgyhogy beléptek ők is ebbe a táborba. De ha már elhangzott a padlóladobás, akkor nem tudom kihagyni ezt a rossz szóviccet, a kantálos nadrágot. Kantálos madlág. Köszönjük szépen vidéki versenyzőnket. Óriási. Jaj. Ez a engem, másik nagy... Ja, igen, bocsánat, az érdekel engem, ami a 4-es pont. Hát ez bazd meg, ez bolond bazd meg. Ez milyen cikk? Az nagyon kemény. Megpróbálom átadni az információt. Azt hittem olyan kemény, hogy te is lefagytál. Nem hittem el, amikor olvastam. Hát ez egy ausztrál professzorról szól, aki egy ilyen nagy dohányzás ellenes ottani megmondó emberke, és annyira belegabajodott a saját hülyeségébe szerencsétlen, hogy elkezdte azt hangoztatni, hogy szerinte a dohányzás nem szabad betiltani, mert azok az emberek, akik ugye szeretnék csökkenteni a dohányosok számát, és tűzzel vassal küzdenek ellene, de ő amellett van, hogy nem szabad magát a dohányzást és a cigaretták forgalmazását betiltani, mert hogy vannak azok az emberek, akik nagyon-nagyon nem tudnak leszokni, és nekik igenis szükségük van rá, hogy megvegyék a cigarettát. És ebbe az a durva, hogy ott van a másik oldalról ugye az elektromos cigaretta, és Ausztráliában az e-cigit üldözik tűzzel, vassal. Hogy milyen elbaszott kettős mérce ez, ahol teljesen normális, mert hogy joguk van az embereknek ahhoz, hogy dohányozzanak, ez az érve. És ahhoz nincsen joguk, hogy vépeljenek, egy jóval kevésbé káros alternatívát választanak. Tehát ilyen olyan szintű logikai bukfencekkel van tele, hogy így ültem és így néztem, hogy ezt nem hiszem el, hogy az ember ilyeneket tud mondani. Teljesen elképesztő. Az is elképesztő, amit most betett a Boris a
podcast csoportba, de beraktam ide is, kattintsátok meg azt a két képet, 12-es, 13-as sor. Most fordultam le a székről, papot kérek. Nagyon aktuális. Igen. Ezt, jaj, ki, de bolond. Ezt ki kell tenni. Akkor lehet, hogy ezt majd beteszem a show notes-ba, ez lesz majd a főkép, a legelső, a hajós. Zseniális. Nem lehet, hogy miattunk jön tényleg ez az iszonyat menekült hullám? Most de kapcsolat. Lehet, mert ott nem lehet fogni a podcastot. Igen, amíg Amerikában voltál, és amíg szüneteltünk, nem volt ilyen durva menekült hullám. Ez tuti, hogy van valami összefüggés. Plusz chemtrail és gyíkemberek. Jaj, édes Istenem. Ja, bocsánat, ezt még lefelejtettem, mert itt közben olvasom, hogy mit ír ez a bolond professzor Dob. Azt nyilatkozza még, hogy keresni kell az olyan új lehetőségeket, amik visszafogják a dohányzás kereskedelmét, a dohányfogyasztást, és amelyek eltántorítanak a dohányzástól. És ki elhangzik a szájából egy ilyen, és a következő mondatával meg fikázza az elcigiket. Tehát olyan szintű tudathasadásos baromság dől a szájukból, hogy édes Istenem, nem hiszem el. Szóval ez bolond, bazd meg. Hát ez bazd meg, ez bolond, bazd meg. Ez az. Az best meg, bassza. Az best. És akkor erre jött rá a fűzés, ha még hogy nem ment életeket? Erről is lemaradtál, mert hogy kellett neked Amerikába menni, ez is akkoriban történt. Az én kurvájámat. Egy luxemburgi rendőrnek megmentette az életét az elektromos cigaretta, és ugye nem hiába szajkózzuk mi. Már évek óta, hogy az elektromos cigaretta életeket ment. Most konkrétan életet mentett, ugyanis eldördült egy lövés, és a lövedék lepattant a rendőr zsebében pihenő módkészülékéről. Ó, ez annyira blikkes volt most. Nagyon, de hát ettől függetlenül történt. Sőt, ez inkább olyan Bud Spencer, Terence Hill-es, hogy a mellkasában, az inkzsebben levő bibliában fennakadt a lőszer. A lőszerről jutott eszembe, hogy arra jövök haza, hogy mi folyt a tengerparton, hallod, nagyon durva. Ja, a nyaraló német turisták. Keménység. Micsoda? Hát az a halomra lőtték a turistákat a török tengerparton? Nem török. Nem. Ja, leesett. Hol szok? Tunisz? Várjál, Szuszában. Tunézia, nem? Tunézia. Szuszá. Istenem. Bolond a világ teljesen. Mit akartam tőled kérdezni? Ja igen, az ott van, mert Charlie lemaradt ez a LVP-s volt, igen. Játék, és akkor ami engem érdekelne még, a 8-as pontban field training szerűen világosítsatok föl, mi ez a lounge vape ready? Az fifika lehetett. Hát így elgondolkoztam rajta, hogy az egyik ismerősem ki lett dobva gyakorlatilag az egyik szórakozó helyről, ahol engedélyt kért arra, hogy vépelhessen, amit meg is kapott, csak aztán akkora füstöt bírt, vagy gőzt bírt eregetni maga körül, hogy a végén gyakorlatilag mondták neki, hogy fizessen, azt távozzon, amilyen gyorsan csak... Jézusom! Bír. Két megjegyzésem van a dologhoz. Az egyik az, hogy ha hagyják, akkor se legyél tahó. Tehát, hogy mondjam, szóval a vépelésnek vannak határai. Még ha ez mondjuk egyesekben ilyen visszatetszést is kelt, de mondjuk én se szeretném, hogyha nem dohányzok, nem vépelek, és a Charlie a pofába fújna az összes málnát, mert biztos nagyon finom, csak egy idő után nem annyira vidám dolog ilyen borzasztó nagy gőzbe üldögélni. Egyrészt, másrészt meg ez így azt gondolom, hogy magunkra, tehát hogy házhoz megyünk a pofonért.
Érted. Mert tényleg zavarhat egy csomó embert. Most, amikor volt az after party, Tatár Tamással lent beszélgettünk a bejáratnál, és fölmentem oda, ahol a konkrét tetthely volt, és 3 méter volt a látótávolság. És aztán fogtam magam, beszéltem 2 ember, azt visszajöttem le, mert egyszerűen nem lehet akkora gőzbe jól érezni magad, vagy létezni. És akkor erre találtam ki a szalonvépelés című dolgot, ami ugye akár lehetne szép angol szóval lunch vape, talán. Hát kicsit több a zsé benne. Lounge vape, vagy lounge, vagy nem tudom én ki, hogy akarja ezt ejteni. Tehát olyan eszközök használata nyilvános helyeken, amelyeknek a gőze nem lép át egyfajta közösségi határt. És erre ki is találtam, hogy így rá lenne írva a készülékre, tudod, hogy lunch vape ready. Tehát, hogy ezt a készüléket ajánljuk ilyen helyeken, és akkor itt szerintem így egóig bezárólag ki lehet találni az eldobhatóst, az 5-10-es templomba járóst, a kis 650-es egót, tehát szóval tényleg nem is tudsz még, ha akarsz is, de azt tudjuk mindannyian, hogy annak idején ezek jó készülékek voltak, és teljesen használhatók is, és hogy ilyen alkalmakkor ezek bizony-bizony megállják a helyüket ebben a szituációban. Hát ennyi lett volna egyébként, amit így erről a gondolat, de majd írok én erről egy cikket, erről a szalon vépelésről. Mert azt gondolom, hogy egy eszét. Egy eszét, mert azt gondolom, hogy egyébként ez probléma, és tényleg olyan, mintha házhoz mennénk a pofonért. Tehát nem kéne magunkra húzni a közvélemény unszimpátiáját. Én most azt olvasgattam a múltkor a Facebookon, nem jártam még utána, mert nem volt rá alkalmam, de így be van táblázva, hogy valamikor kinyomozom, hogy mi a helyzet. Valaki írta, hogy az A38 hajón közölték vele, hogy nem használhatja a gőzgépét, még a fedélzeten sem. És ez engem nagyon-nagyon megdöbbentett, és nagyon-nagyon furán érintett, mert hogy én előtte teljesen boldogan gőzölgettem az A38-on, úgyhogy majd egyszer utána érdeklődöm ennek, hogy hogyan van ez, mert ez kiváltképp azért vicces, ugye, mert az A38-on a koncertek közben megdől ugyanúgy a PGVG és műfüst bele az emberek arcába, tehát ez ilyen nagyon, nagyon hülyeségnek tűnik nekem ez a dolog, de majd kinyomozom, hogy mi van ezzel. Hát szerintem ez már megint a tudatlanságból és az emberi butaságból ered. Egyrészt, másrészt pedig, ha nem engedik, akkor nem tehet semmit ellene. Tehát... Természetesen, tehát ott ment a beszélgetés, hogy alapvetően a hely tulajdonosának, üzemeltetőjének szíve joga, hogy ezt tegye, csak én nekem nem nagyon veszi be a gyomrom, amikor ennyire illogikus a történet, mert tényleg, hogyha ugyanazt a PG-t, VG-t nyomják a koncert közben az arcomba a színpadról, akkor mégis milyen alapja van ennek az egész történetnek. Ezért zavar engem rettentően ez a dolog, de ettől függetlenül természetesen joga van mindenkinek, hogy meghatározza, hogy a saját szórakozó helyén milyen szabályok érvényesek, amíg az nem sért alkotmányos jogokat. De mondom, engem ez zavar, hogy alapvetően olyan dolgoktól próbálják megvédeni az odaérkező közönséget, amit ők is ugyanúgy csak sokkal nagyobb mennyiségbe tolnak bele az arcukba. Ez ilyen totál illogikus. Igen. Hát meg kell őket interjúvolni. Mondjuk azt nem értem én is, hogy a fedélzeten az nyitott, gondolom. Igen. Hát egy része, mert ugye ott fönt van az étterem rész, az üvegfallal van azt hiszem leválasztva, vagy mi a túró, de hát
a hajón is, mikor dohányzott az ember, mikor mentünk osztálykirándulásra, mindig a fedélzeten cigizett mindenki. Jaj. Hát, vagy előbb-utóbb be kell vezetni a gőzlér szoba fogalmát, tudod, mint annak idején a szivar szoba, és akkor ott mindenki kedvére gőzlérkedhet. Megint eszembe jutott egy sztori Amerikával kapcsolatban, de csak akkor mondom, hogyha rámondjátok, hogy yes. Amen. Yes. A yes, szivar yes. szobával kapcsolatban ez a divat. Mint egy kis kocsma, de nem a kocsma szagjon ki, hanem szivaroznak az 50-60-70 éves taták. Iszonyat nagy hangulata van egyébként. És mellette volt a kávézó, feleségem leült utána, hát pont ott volt egy pad ezzel a Monte Cristo szivar klubbal szemben, én meg elkezdtem vépelni, és egy pici megvetéssel néztek rám. Mi az a fémszínű szivar méretű valami a kezemben? De aztán szerintem valami csendes bolondnak elkönyveltek, hogy hát ilyen is kell a világra. Jó van akkor neki. Még egy érdekesség volt egyébként, ez most volt a héten, és nincsen rá linkem, mert hogy csak a ilyen Facebookos csoportban volt róla beszélgetés, hogy van a MOVE kezdeményezés, ugye, ami az egészségügyben dolgozókat, a vépelés támogató egészségügyben dolgozó szakikat tömöríti, és ők írtak egy levelet a spanyol egészségügyi miniszternek, ahol ugye Spanyolországban rettentően lobbiztak a gőzlér ellenes erők, hogy akkor ezt korlátozzák és le a gőzlérkedéssel. És a MOVE írt egy levelet az ottani egészségügyi miniszternek, és teljesen pozitív választ kaptak, hogy meglepődött a spanyol egészségügyi miniszter azon, hogy ő eddig úgy gondolta, hogy ne... Ezt direkt csinálja, rohadjak meg. Szóval lényeg a lényeg, hogy a spanyol EU miniszter teljesen megdöbbent rajta, mert ő eddig azt hitte, hogy az egészségügyi szakemberek azok abszolút testületileg egy emberként állnak ki az elektromos cigarettázás ellen, és hogy ez neki nagyon fölkeltette a kíváncsiságát, hogy akkor mégsem ilyen egyszerű ez a történet, és akkor szépen visszavonulót fújt, hogy ezt a kérdést jobban meg kell vizsgálni, mert hogyha ilyen ellentmondások vannak, hogy az egyik egészségügyi szakember ezt mondja, a másik pedig azt mondja, akkor itt mégsem annyira pofon egyszerű a történet, hogy le a gőzlérkedéssel. Úgyhogy szépen apró léptekkel, de azért vannak pozitív fejlemények imitamat. Igen, mert sokszor egyébként nem is gondoljuk, szóval mit tudom én téged, nem érdekel a kipufogók mechanikai rezgéscsillapításának biológiai módja, akkor te arról nem fogsz tudni. Tehát én ebben semmi olyat nem látok, ami megdöbbentő lenne. Hát az egészségügyi miniszter nem foglalkozott soha egy cigarettával, és elhitte, amit a kollégái mondtak neki. Ja. De jó, hogy legalább nyitott. De nyitott, igen, épp ezt akartam mondani, hogy milyen remek dolog, hogy azért nyitott, és átlátja a dolgot. Na fiúk, csapassunk a sorozat részhez. Várjál, még itt van egy in vitro. Jaj, ez az én mókám, az már régóta ott szerepel, de csak ilyen abszolút eszmefuttatás kapcsán, ha érdekel benneteket. Végigolvastam, most már beszéljünk róla, mert fölkészültem belőle. Na, a múltkor találkoztam egy sorozat kapcsán ezzel a kifejezéssel, hogy in vitro hús, és nem is tudtam róla, hogy ilyen létezik, és mint kiderült, létezik, és ez arról szól, hogy az adott állatnak valamelyik izomszövetéből kivesznek néhány sejtet, és nagyon vicces nevű bioreaktor nevezetű dologban, elkezdik ezt növeszteni, és abszolút színtiszta, állatmentes izomszövet nő, azt ott locsolgatják mindenféle tápoldattal, és alapvetően ez a koncepciónak a lényege, hogy úgy készítenek színhúst, hogy nem basztatnak hozzá állatokat, nem kell állatot vágni, és most még egyelőre ez egy nagyon-nagyon költséges holmi, de hogyha beindul és sikerül
kicsit tökéletesíteniük az eljáráson, akkor irgalmatlan mennyiségű húst tudnak itt termelni, és mivel az emberiség nagy fele éhezik, ez egy nagyon érdekes bigyó lehet. Na de gyorsan lehadartam mindent, de igazából maga a koncepció, vagy a véleményetekre lennék kíváncsi, hogy ti ennétek ilyen húst? Engem, mint vegetáriánus, vagy közel 99% vegetáriánus, engem teljesen fölvillanyzott ez a lehetőség. Pont azok a dolgok hiányoznak ebből a húsból, amit a normál húsban utálok. És nem gondolod, hogy ez már majdnem ugyanolyan, mint a GMO kukorica mondjuk? Semmi köze a kettőnek egymáshoz. Nem az a lényeg, hogy van-e köze egymásnak a kettőhöz, vagy a kettőnek egymáshoz, hanem hogy itt is, meg ott is valahogy mesterségesen... De ez nem génmódosítás. De nem az a lényeg, de... Értem, hogy mit mondasz, de egyik sem természetes úton készül. Hát figyelj, a tudomány halad igazából, a szemüvegem se természetes úton készül, és mégis tök jó, hogy van. Úgyhogy nyilván... Én is vagyok annyira húspárti, hogy nekem mindenféleképpen ilyet kéne egyek. Amennyi húst teszek abból, nekem pont jó a természetes. Természetesen növesztett csirkemell. Gondold végig a dolgot, tehát ugye a Földön az emberek száma nem csökken. Sőt, úgy is mondhatnánk, hogy exponenciálisan nő. Tehát előbb-utóbb el kell, hogy jussunk oda, hogy technológiai módszerekkel például húst tudjunk előállítani. Az a dolognak a pikantériája, hogyha végigolvasod ezt a wiki bejegyzést, akkor itt még a, ugye fölmerül a kóser, fölmerül a halal, az arab kóser kérdés, és hogy a vallások hogy állhatnak hozzá egy olyan húshoz, amelyiknek nincs lelke. Ugye? És megdöbbentő egyébként, hogy a zsidók elutasítják még most, míg az iszlám hívők pedig azt mondják, hogy ha egyéb technológiában megfelel a halal előírásainak, és csak mondjuk birkából van az kiinduló sejtállomány, akkor ő nekik ez teljesen kóse. Nekem nem. Amúgy. De az az érdekesség, ebben most megkerestem gyorsan, mert emlékeztem rá, hogy voltak itt számok, és ez feltevés, ugye, tehát nincsen bizonyítva, de hogy az az eszmefuttatás lényege, hogy 10 darab ilyen izom sejtből akár 50 000 tonna húst tudnak növeszteni jó esetben, és az rengeteg. Egyrészt, másrészt le tudják válogatni azokat a nagyon egészséges sejteket, amiből a növesztés kiindulási része képződik, tehát mindenféle dologtól mentes. Harmadrészt, ugye azt ne felejtsük el, hogy például a birkák, tehenek a legnagyobb üvegházhatású gáztermelők a Földön. Igen. Tehát előbb-utóbb ide fogunk kiukadni, és itt nincs sem minőségi probléma, sem ugye, mint vegetáriánusok nagy része, akik az állatok kegyetlen tartását és elpusztítását ellenzik, azok sem emelhetnek kifogást ellene. Harmadrészt meg gyakorlatilag egy színhús, tehát... Kíváncsi leszek egyébként, hogy hova fog fejlődni. Tehát maga az eljárás az tökéletes, itt a gazdaságosság az, ami még... Igen. Még várat magára. De hogy lesz, az biztos. Nem nagyon van más lehetőség, igen. Tehát arra felé tartunk, hogy erre baromira szükség lesz előbb-utóbb. De egyébként édesanyámnak meséltem, és őt a hideg kirázta ennek a gondolatára, hogy ilyet tegyen. Úgyhogy megértem, hogy... Úgyhogy megértem, hogy van, aki nem bírja. Amíg majd ti eszitek ezt a növesztett szart, addig én elmegyek a Pampasba, és eszek egy ízletes, félig átsütött sztéket, és azt mondom, hogy kapjátok be, gyíkok. Nem, ez nekem... Aztán majd csodálkoztok, hogy az amúgy is túlnépesedő India, Kína, Afrika megindul felénk,
ezért a nagyon-nagyon finom műhúsért, és csak többen lesznek, és egyszer csak belefolyik az emberiség a tengerekbe és óceánokba, mert annyian leszünk. Ez a természetes szelekció, fiúk. Menjünk vidámabb témákra, mert engem a sorozatok jobban érdekelnek, most teljesen up to date. Ez tök vidám téma volt. Ez engem lehangolt ez a műhús. De nem mű. Nem érdekel. Az, hogy te mit mondasz, ez engem nem érdekel ilyen szinten. Mű, kész. Te egy maradi Amerikába járó. Hát, én öregekben leszel az. Semmi köze nincs. Katonafényképező. Érted? Romturista. Mit mondjuk még rá? Érted? Basszak, elmegy Amerikába sírni. Hát gyere haza, itthon is lehet, baszki. Hát, bolondok vagy. Istenem. Na mindegy. Krisztián, te neked meg ne legyen nagy a szád, úgyhogy majdnem kemény vonalas vegetáriánus vagy. Na, meg én mit csináltam? Hát semmi. Hát akkor nem szabad ilyen fasságok mellett kiállni. Ugyanúgy, mint ahogy amit az előbb mondtam, génmódosított kukorica mellett sem. Nem állok ki a génmódosított kukorica mellett, de ez in vitro hús tök más. Adjatok már in vitro. Nézzük sorozatokat akkor, egyétek. Jó. In vitro legalább ezt az egy szót helyesen helyesen. Jó. Mehetünk tovább a sorozatokra. Hála, in vitro Istennek. Vitras. Ha már Amerika. Masters of Sex, ha már sorozatoknál tartunk. Mindenki nézze meg. Masters of Sex. Ezt fölé. Zseniális sorozat. Masters of Sex. Jó, hát zseniális a te korodban már minden ilyen filmcímre ugrik az ember. Nagyon félreérted a helyzetet. Megszületett az elgondolkoztató, tehát a dugós kardozós, meg a dugós hentelős mellé felsorakozott a dugásról szóló dugós film. Úgy érted, hogy ez egy ilyen intellektuál pornó? Ötvenes évek Amerikája, ahol egy orvos elkezdi kutatni a szexualitást, és hogy ő milyen nem is tudom, veszőfutáson megy keresztül. Jaj, olvastam. Jaj. Zseniális! Nagyon jó a film. Nagyon jó. És ennek úgy az nyomatékod, hogy vered az asztalt. Hát mert hogy? Zörgesd a horákit, vagy mit tudom én. Várjál, hogy Oreum van. Jó. Ez így az amerikai kekszer. Vársz egy percet, kimegyek a horákig. Nem. Láttam a kisboltba horákit, majdnem vettem. Nagyon akartam, jó. Csak azóta nem jártam. Na de, sorozatok. Hát én a Whisperershez nem tudok hozzászólni. Az most indult egy egészen érdekes ilyen misztikus, sci-fi keverék valami. Nem nagyon tudnék róla mit elmondani, mert még annyira nem, durván nem derülnek ki belőle dolgok, hogy az elképesztő, de nagyon szórakoztató, úgyhogy valakinek éppen nincsen elegendő sorozata, hogy kitöltse a sorozat függését, akkor én ezt nagyon tudom javasolni mindenkinek, hogy aki az ilyen kicsit sci-fis, kicsit misztikusabb dolgokat szereti, hogy próbálja ki, mert egészen klassz. Én meg épp tegnap néztem valami filmet, csak nézem, hogy talán pont a The Good Lie. Nem tudom. Mikor van egy loser faszi, aki hozzámegy egy jó nőhöz, aki egyébként az agymenőknek a jó csaja, és nincsen neki... Agymenők, Jézusom, Charlie. Ezt képes voltál kimondani? Hát a magyar agymenők egyébként a... Gondolkoznom kell. Big Bang Theory. Igen, annak a kimondhatatlan nevű csaja, és a Kéli srác... Kuko? Nem, már nem, ugye, mert férjhez ment, és most már fölvette a pasi a nevét. Na mindegy, a lényeg az, hogy a faszi az annyira lúzer, olyan igazi informatikus, mint mondjuk te. Köszönöm. Vagy én, és nincsen tanú, nincs barát, nincs senki, és bérel magának barátokat. Na, és az egyik barát az a Lostból a Dagi.
Na és az egész film az lényegtelen, a dagi, és az a filmnek a vége, hogy egy iszonyatos, nincsen házasság, hanem egy iszonyatos nagy kanbulira indulnak repülőgéppel. És az utolsó mondat a filmbe, rámegy a dagira a kamera, azt mondja, nincs jó érzésem, szerintem le fogunk zuhanni. Hát mondom, az egész filmben ez ütött a legnagyobbat. Kurva nagy volt. Jaj, úgyhogy filmből ez volt, és hála az Istennek, mikor én kim voltam, akkor indult akkor harangozták be a Last Ship-et. Egész más, mint ami itthon megy, hogy Facebookon fizetett hirdetés, meg poszt, hanem egy Times Square-en mondjuk egy 15 méterszer 30 méter magas molinón reklámozzák, hogy július 11 vagy akár, hát embertelen. És maga a dupla évad nyitó is. Most hála Isten, hogy ez nem olyan satnya volt, mint a Walking Deadnek múltkor a dupla évad nyitója, hanem ez tényleg dupla rész volt. Nézted, Krisz? Néztem, persze, követem, abszolút. Itt én úgy érzem, hogy egy-két rész és valami kurva nagyot fog robbanni, mert ez most már kezd nagyon simán menni. Te csak az első kettőt nézted akkor? Nem, a harmadikat is. Azért, mert ott azok a vallási fanatikusok, vagy azok a fura emberkék, ott érezni, hogy ott valami gebasz lesz. És jól emlékszem, hogy az a faszi, aki ott volt, aki a fogpiszkálót rágta, az végül is a köhögős? Igen. Aha, akkor ez lesz a titok benne, de jó, zsír. Tetszett a sztori, bár kicsit olyan teátrális volt ez, hogy elindultak a repülők szerte az országba. Igen. Meg az a végén a lamentálás, a menjek, vagy maradjak, ja, kicsit igen. Az lelkizős az annyira nem hiányzott, de kezd fölpörögni. Ami hát elkezdtem az Zenation-t, amit annyira mondtál, hogy az tölteléknek jó lesz. Na. Krisztián, ilyen rossz élményem nekem rég volt. Tehát, hogy az meg kell nekem 3 nap, hogy megnézzek 4 epizódot. Az meg ezek... Ennyire nehezen nem észre. Hát ezek a futó zombik borzasztó. Azt a kurva. De ezt poén sorozatnak kell nézni. Megszoktam a Walking Deadből a tempót. Ott nincs ez az eszeve. Hát meg most bazd meg, hogy valami gyógyszergyárba Viagrát szedtek be a zombik, azt áll a pöcsük. Mondom, hova került? De egyébként a immunis csávó az egy iszonyat nagy karakter. Az nagyon az magyar, igen. Az így tépkedi a bőrét, nézegeti a szemét, hullik a szőre, ő már sejti, hogy ennek nem lesz jó vége. Hát meg a kis kodeinfüggő kisöreg, a doki. Ja. Orvos. Hát végül is sok vészhelyzetet nézett. Ez kurva jó. De ez kicsit olyan volt nekem egyébként most az utolsó rész, vagy az utolsó előtti, vagy az előtti. Spoiler alert. Olyan volt nekem, mint a Trónok harca. Meghal az egyik főszereplő, bazd meg. Zseniális. Na, hát meg amit ott előadott a ketrecnél a szemizombi, én vagyok a ti megváltótok. Jaj, az is nagy volt. És akkor próbáltak egymással licitálni, azért csak, jó, tudod mit, belelövök a szívedbe. Azt már nagyon nem lehet überelni. Úgyhogy, na, most kezdem azt érezni, aztán jött ez a kis deja vu-s, egyfolytában fölriadós rész, az fú, nem szeretem. Nekem az ilyenről mindig a izé jut eszembe, Punxsutawney Phil, az a mormotás, nem tudom már ki játszott, mondjad már azt, aki a Szellemírtókban is. Bill Murray-re gondolt. Bill Murray, meg a Punxsutawney Phil. Fú, ezek nem szeretem az ilyen 50-szer lejátszó sztorikat. Ja, amikor ott a gyártelepen a csaj mindig igen, föl. Igen. Az egy kicsit embert próbáló rész volt, az biztos. Meg hogy olyan volt hirtelen, azt éreztem, mintha a Walking Deadnek a lassított szájait, vagy szálait próbálnák ők is ugyanígy, hogy kibontunk egy cselekmény szálat, és majd akkor abból milyen iszonyat sztorik lesznek. Hát az a rész, az pff, valahogy iszonyat modern fogott meg.
meg ez a leesik a betont, hogy most csiripel a madár, ott a kígyó, megint jön. Mi volt azt, még? Azt nem értettem azt a részt egyébként abszolút, azt az én is végig küzdöttem magam. Trónok harca volt még, de milyen szar vége van megint. Én kiakadtam a trónok harcán teljesen. Tehát, nagyon na, most már voltam. Akkor értitek, hogy miért nem néztem. Én nézem, mert már rákattantam, de hogy ez a zéró cselekmény, bazd meg, elnézést a kifejezésért, hogy 10 részen keresztül güzülsz, és most már 30 rész óta azzal kezdődött az egész rohadt sorozat, hogy ott voltak a White Walkerek. Azzal kezdődött az első epizódban, és rohantak haza, hogy jaj, jönnek az élő halottak. És eltelt bakker 30 rész, és végre megjelentek 2 percre. Meddig kell nekem még ülnöm, hogy itt végre odaérjenek, és legyen valami hentelés? Hát hihetetlen. Mint a szomszédokat nézném, komolyan. Csak több vérrel. Nagyon durva volt. Már megint kinyírta, de tudod, így az utolsó részre így rádöntik a szart, ment a stáblista, és így ültem az ágyon, mondom, hát meghalt a izé. Az is meghalt. Ki a faszom maradt itt még életben? Nagyon durva. Erről tudjátok, mi jutott eszembe? Nem tudom, hogy ezt halljátok, remélem, hogy be tudom játszani. 10.000 forinton. Holnap megvehetném a géphez ezt az új eredeti Microsoft Windows 95 programot. És akkor dolgozhatnék itthon is a benti munkáimon. Sőt, egy csomó más csodát is művelhetnék. Vedd meg, Feri, vedd meg! Jaj, elszédültem hirtelen, ez annyira zseniális. Microsoft Windows 95. Microsoft, ezt a Microsoft Windows 95 programcsomagot. Ez kurva, be tudtam játszani. De erről az elbaszott trónok harcáról jutott eszembe az elbaszott Under the Dome. Nézted? Néztem, igen. De most ez komolyan ilyen szar lesz. Ez egy nagyon érdekes fordulat. De nem az, hogy érdekes, eddig lekötött. De most meg annyira beugrott Stephen King, a Lost, ezek a sehova nem vezető, és az ilyenekről mindig a Dallas jut az eszembe, hogy mikor rájöttek, hogy mégis kell Bobby, bazd meg, akkor felébred a Pamela, vagy a faszom tudja ki, hogy álmodtam, és itt van Bobby. Na, hogy ez is olyan. Bazd meg, hogy ez álmodik, az álmodik, vissza, vízből kijön, megfojtja, de ez csak álmodta. Meg mi a faszon van? Kijönnek azokból a gubókból, akkor ott van az új nője, aki egy évvel később a régi nője, meg az a lelkipásztor anyám picsája. Hú, bazd meg. Hát a legjobb rész volt, mikor a gördeszkás gyerek megfulladt, ezt ennyi. Nem tudom, nekem nagyon vontatott volt, mire kiderült, hogy mi az Istent akarnak összehozni, hogy hogyan akarják átfűzni az előző évadot ebbe az újba, az fárasztó volt, de így, hogy most már túljutottak ezen a szülésen, így már talán lesz valami, mert ugye most akkor ott van az a két tyúk, beépül, és azok valami UFO-k, tuti valami, nem tudom én mik, úgyhogy lehet, hogy nem lesz ez annyira rossz, mint amilyen az eleje volt most. Hát nagyon remélem, mert ez is embert próbáló volt, mondom, elkaszálok itt két sorozatot rögtön az elején. De ami tartotta bennem a lelket, az természetesen a kicsit háttérbe szorult nekem most a Big Bang, már azért is, mert évadzáró volt, meg szerintem sztoriban közelebb áll hozzám a Silicon Valley. Azt én nem nézem. Krisztián. Már nem fér el. De kötelező darab. Ez annyira Palo Alto, ez annyira Silicon Valley, hogy ez bazd meg, ez ennyire nem lehet. És olyan ember, tehát hitelesen hülyék. Tehát azokat csinálják, hogy tudod, és így vered az asztalba az öklödet, hogy bazd meg, nem jó, életképtelen vagy, ki kéne rakni Taigetoszon, nővel találkozol, akkor miért harabdálod a szátszélét? És így nem is szoktam, és így utána látod, hogy figyeli magát, hogy harabdálja a szátszélét, meg elfehéredik, hát nagyon nagy. És a végén, hát akkor hiába mondom neked, csak elszpoilerezném, hogy végre beütik a nagy dílt, hát ilyen dumák, bazd meg, véletlenül leraknak egy három veszős
tekila. Azért három vesszős, mert az 1 milliárdban 3 darab vessző van. Érted? És azt mondja a csávó, végre 1 milliárdos lettem újra, és lerakja a piát, és rárakja a delete-re. És közben meg megy egy kibaszott fontos művelet, valami pornó szájtról töltenek le anyagot, hogy azt enkódolják, és hogy nekik micsoda tömörítési algoritmusuk van. És bazd meg elkezdi törölni a filmeket, és valami több ezer órányi prémium tartalmat kitöröl. Következő snitt, így fölemeli a csávó a piát, gyerekek, lehet, hogy megvan. Visszateszi, megint elindul a törlés. Vedd le, és közben mondanak ilyen szavakat, hogy betört a kernel modulba, állítsd le, nem férek hozzá, blokkolta a terminálomat. Basz meg. És akkor utána következő snit, ülnek a vezérigazgatóval egy szobában, aki a pornoszájtot vezeti, és végül is nézzük a jó oldalát. A másik céget, ha foglalkoztatná, ő nem tudna ilyen gyorsan letörölni adatot a szervereiről. Csak maximum a felét. És oldalba böki a haverja, most ez nem tudom eldönteni, ez jó vagy rossz? Ez rossz. Thank you for your time. Na, úgyhogy szerintem ott kezdjél neki, mert 2 évad idáig, és kurva jó sztoria van. Meg bárki más is, akinek ez a 2 perc spoiler belefért, mert van benne bőven egyébként cselekmény. Hát jó, meg. Na, az ilyennek kéne a külője közé fadarabot dobni. Közben elmentem motorozni. Easy rider. Menjünk rá az olvasói kérdésekre? Menjünk rá. Zseniális. Most csak a Facebookról olvasom, mert nem volt rá időm. Azt mondja, hogy Szűcs Péter. Egyik barátom pár napja újra kezdő lett. Nehezen tudok ajánlani neki eszközt, mert iszonyat mennyiféle cucc van manapság. Aksival még tudok is mit kezdeni, stick család, de kazánnal már gondban vagyok. GTGS klón tudtam mutatni, de például Kaifun 3.1 mai napig nem volt a kezemben, pedig ugye sokak szerint alap. Kérdés. Mi az a pár kazán típus manapság, ami mindenképpen legyen a készletünkben ilyen bemutató esetekre? Persze úgy is kérdezhetném, mi az, amit semmiképp ne hagyjunk kipróbálás nélkül. Edit. Azt, már hogy nem az editet. Azt elfelejtettem mondani, hogy korábban spinnert és kartós tankokat, helixeket használt, most meg már valami komolyabb cucc kellene neki. Persze. Ne, én ezzel mindig bajban vagyok, ez komolyabb cucc. Hát mi az, ami egy Aspire V3. Nem kell tekerni, cserélhető, tök jól működik, normális gőze van, ennyi. Vagy egy Aspire Mini. Én meg azt mondom, hogy ez olyan, mint mikor Mózes ketté választotta az óceánt. Az egyik oldalon van a Kaifun 4, a másik oldalon a GT2. Ebben a kettőben szerintem nem nagyon lehet csalódni, hogyha tankazáról beszélünk, és na de bennem ilyenkor mindig ott van, idézőjelben azt mondja, komolyabb cucc. A komolyabb cucc, akkor ezt mondod neki, és amikor megkérdezi, hogy mennyi az eredeti ára, akkor rávágod, hogy mondjuk 35-40 ezer, akkor nekem inkább akkor a klón. Tehát megint ott vagyunk, hogy klónt vett, de én meg azt mondom, hogy ha felújítósat akar, akkor ez, amit mondott is a Péter, 3.1-es Kaifun, Kaifun 4, GT2, én ezeket mondanám, tehát 10 millió légy nem tévedhet szerintem, tehát elég sokan használják ezeket, akik meg nem ezt használják, azok valami ilyesmit, mint amit te is mondtál, Fifika, vagy azt, amit múltkor mutattam neked még ott a Tallinn, valamilyen Aspire-szerű cuccot, nem Aspire-szerű, hanem ugye Aspire-t, ami nagy gőzt ad, és van benne egy kis kazán, amit cserélgetni lehet, de hát nem tudjuk, hogy ez ismeri. Nem akarta kergetni. Igen, mert ez az újrakezdőből már megint az jön le nekem, hogy nem azért hagyta abba, mert mit tudom is én, unta a kazánt felújítani, lehet, hogy egy nem volt hozzá képessége, ami nem baj, hát nem mindenki úgy születik, kettő meg, hogy
hogy nem tudok beleképzelni magam a helyébe, mert nekem föl sem merült ilyen, hogy abba hagyom és újrakezdem. Tehát ott valami nem volt jó akkor, amint most változtatni kéne. Szerintem egyébként sokkal fontosabb a kazánnál, hogy legyen egy jó íze, amit szeret, és azt szívesen szívja, mert akkor sikeres az átszokás a hagyományos analógról. Ja. Én még oda passzintanám szívem szerint a felsorolásba a Carrefour Light 2-esét, mert némileg gazdaságosabban hozzá lehet jutni. Persze, tehát ott már... És kevésbé szopatós, mint mondjuk egy 3-as Carrefour. Jó, csak itt, hogy most sötétpiros, vagy világospiros, vagy bordó. Tehát... Ja, végül is igen. Nem is tudom, most nézem, hogy a kezemben nekem egy Kanger Mini van, ez ilyen felújíthatós, de gyakorlatilag ez egy Carrefour rendszerű kazán, ami nem ilyen levezető nyílás van, hanem két lyuk az oldalán. Teljesen jó íze, gőze van. Nem tudom, tényleg annyi választás van a piacon, hogy az valami hihetetlen, de én az egyszerűségre törekednék. Tehát mondjuk ez a V4, meg ezer alkatrész, meg nem tudom. Hát igen, ilyen szempontból ezért jobb a Typhoon, mert ott meg tudod számolni mondjuk két kezeden, hány alkatrész van összesen. A régi GS, az újat, nem és tudom. És a Typhoonnál meg mondjuk kell hozzá két kezed, két lábad, meg még a feleségedé mondjuk. És az se elég. Ezek a Typhoon Light, az szintén nagyon könnyedén megszámolható. Igen. De én most egy unortodox megközelítést fogok mondani, nézzen ki egy olyan készüléket, ami nagyon tetszik neki, válaszol hozzá egy olyan kazánt, ami nagyon tetszik neki, és tanulja meg azt kezelni. Egyébként igen. Tehát az a lényeg, hogy ő szeresse fogni, használni. Úgyis mindig van, ami a másiknak jobban tetszik, vagy amivel a videó review-ban lehet találkozni, hogy ez a legjobb kazán, amit életemben használtam, és aztán két hét múlva ez a legjobb kazán, amit életemben használtam, és aztán igen. Egy hónap múlva ez a legjobb kazán, amit, tehát mindig van jobb, mindig van újabb. Ennyi. Mennék tovább akkor. Lackó Attila kérdezte, Lackó kokainbáró Attila, hogyan lehet a Typhoon GT-t szárazra szívni döntögetés nélkül? Nekacsingas. Hát hogy? Én nem tudom, én csak azt szoktam észrevenni néha, hogy száraz. Mert nem döntögetem, csak hát nem függőlegesen, meg nem vízszintesen tartom olyan 45 fokban, és pont úgy áll a bajsza, hogy felszívja a likvidet. Én ezt sose értettem, hogy az szinte nullára képes felszívni a likvidet a kazánból. Tehát, de nem értem a kérdést. Mi a probléma? Mi se. Értjük a kérdést. Na, megyek tovább. Fifika, te vagy megszólítva Matula Zoltán tollából. Neked szól az első kérdése. Emlegettétek már a korábbi Mystic Petis interjúban, hogy miért rossz a borászati szaküzletes literes PG és VG, és ezt kellene kicsit tovább fűzni, hogy mi a különbség az ott kapható 99,5%-os tisztaságú alap és mondjuk az oszinál beszerezhető között. A mai napig nagy vitákat gerjeszt, lehetne konkrétumokkal megfejelni, nem csak azzal, hogy mert nem annyira tiszta. Miért nem? Én messzire kerülöm azt az alapot, de sokaknak nem megy át, hogy valahol spórolni kell az előállításkor, ha ezt a literenkénti árat tartani akarják. Még mielőtt bárki bármit mondaná, én annyit fűztem ehhez hozzá, hogy ez a borászati sztori már annyi, de annyi adásban ki lett tárgyalva. Igen, én is azt gondolom, hogy már többet beszéltünk róla a kelleténél. Az egyik, az egy élelmiszeripari minőség, a másik az egy gyógyszergyári minőség. Nyilván, ha fogod a két terméknek az adatlapját, ami egyébként mind a két helyen hiányos, tehát az nem a teljes vizsgálati adatlap, ilyenkor érdemes megnézni azt, hogy az adott kategóriában milyen szabványt írnak elő, és a szabvány lapot végignézni, mert azon a vizsgálati adatok sokkal, de sokkal részletesebbek. De nem kell semmit csinálni.
vegyél 100 millit alapot az oszitól, vegyél 100 milli alapnak valót, vagy hát biztos van otthon akkor a borászatiból, és kóstold meg mind a kettőt. Érezni fogod ízben a különbséget. Most arra gondolt, Fifi, hogy akár nyelvel. Akár nyelvel is. Nyelvel nyolva. Kóstoljátok meg mind a kettőt. A másik dolog az, hogy én teszteltem ezt a borászati alapot, minden egyes aromához adott egyfajta utóízt, amit nagyon határozottan és nagyon-nagyon markánsan föl lehetett ismerni a likvidben. Tehát én nem, bár iszonyat sokan kevernek belőle, én nem biztos, hogy kevernék ebből ennyi. Tehát többet ezzel tényleg nem kéne foglalkozni, mert van, aki elfogadja, hogy attól egy jobb minőséget akar, bár ez papíron nagyon minimálisnak tűnik, van, aki meg azt mondja, hogy neki ez megfelel. Hát most figyelj már, tegyük hozzá, és akkor ez így tök jó gumiszabály. Egy szót szerintünk. Így van. Tehát tényleg, amit minden videó előtt el is mondok, saját vélemény, mindenki azt csinál, amit akar. Ez a mi gondolatunk róla. Aztán... Én annyit, bocsánat, mindig közbeszólok. Mondja csak. El szoktam tőle. Én annyit fűznék ehhez hozzá, hogy ez olyan, mint a táplálkozás szerintem, hogyha megteheted, hogy nem túl nagy árkülönbségért lényegesen jobb forrásból származó, tisztább, egészségesebb táplálékot egyél, akkor hülyeség nem azt választani 2 forint különbségért. Én ezt gondolom. Tehát eszel akkor egy teljes kiőlésű kenyeret, stb. Tehát, hogy ha megteheted, és van rá lehetőséged, hogy a tisztábbat tüdőz le, akkor az hol kérdés, hogy miért ne azt válassza az ember. Igen. Egyébként tényleg ez az utolsó mondatom a témakörbe, hogy a két minőség gyártás technikában is eltér, illetve kiszerelés technológiában is eltér. Tehát más előírások vonatkoznak az egyikre, más előírások a másikra. Nem véletlenül veszem én is a drágább alapot itthon, és nem borászati szaküzletből, de hát mondom, mindenkinek szíve joga azt szívni, amit akar, és én ilyen vitákban egyébként nem is szoktam belemenni, mert ha valakit nem lehet meggyőzni róla, azt nem fogod tudni. Illetve hát nem is kell. Meg nem is kell. Jó. Zoltán, Matula Zoltán igen aktív volt, föltett még pár kérdést. A második, sokat beszéltetek az elmúlt adásokban a TPD-ről, és arról, hogy miért rossz a jelenlegi tervezet. Kíváncsi vagyok a ti gondolataitokra, hogy ismerve az egyre bővülő elcigis tábort, a nagyszámok törvénye alapján bővülő retardált user mennyiséggel, ti mivel védenétek az elcigiseket, hogy ne nyírják ki magukat? Hát én nem látom teljesen, hogy ez hogy kapcsolódik a TPD-hez, mert itt egy alapvető kvázi balesetvédelmi dolgokról van szó, gondolom én. Itt ez a mehában nagyon szubóm és durrangató. Én azt gondolom, hogy legalábbis erre gondolhat a kérdező. Én szerintem azt válaszok is lesz a TPD-s, mert a mondat, vagy a második mondat az, ami szerintem igazából mérvadó. Igen, igen. A mi gondolatainkra, hogy az elcigis tábort mivel védenénk? Szerintem kizárólag ismeretterjesztéssel, de aki meg annyira sötét, az nem tudod megvédeni saját magától. Tehát hol fogod tudni attól megvédeni, hogy ne kössön egy autó akkumulátorra modot? Vagy hogy ne 0,2 ohmot használjon. Tehát én szerintem ilyen magas ohmokat nem mondjál, hanem 0,02. Bocsánat, Maja, az már nem trendi a 0,2. Hát az már magas. Az már extrém magas. Tehát, hogy, és szerintem ebben a témakörben, aki régi motoros, és számít bármit is a idézőjeles szakmában, mindenki elmondta erről a véleményét, mindenki fölhívta a figyelmet a hülyeségekre, ennek ellenére
minden nap van egy darab ügyeletes hülye valamelyik csoportba, aki körbe húgyozza a kerítést. Azt egyébként, bocsánat, hogy ráfűzök, mi is elmondtuk, volt egy közös videónk, aminek nem az volt, tehát olyan visszhangot is hallottam, hogy nem értesz semmihez, azt mégis itt terjeszted a hülyeséget, meg az igét. Azt hiszed, hogy vagy valaki. Na, ameddig ez van, addig most mire számítsunk? Mert valaki, hogy ez bárki szájából hitelesebb, is nyernie kell. Bárki szájából hitelesebb lett volna, de én, mert ha ezt a Blacky mondja, egyébként aki mondta is, akkor az igen, az valami, de hát, hogy én, hát mert... De aki még tekerni se tudsz. Az a másik fele, igen. Hát én azt mondom, hogy ezt a természetes szelekció majd eldönti, hogy ki hogyan éli túl a világ végét és az aksi robbanásokat. Egyébként, ha az volt a kérdés mögött, hogy milyen szabályozást hoznánk be a mondjuk kvázi a TPD kapcsán, akkor valószínűleg sem a kazán mérethez nem nyúlnánk hozzá, mert az önmagában semmit nem jelent, illetve ugye nem tudom szabályozni de én például valószínűleg azt a szabályt behoznám, hogy készkészülékben mit tudom is én mondok valamit, 0,5 óm alatti tekerést nem lehet használni, gyári tekerést, vagy nem tudom én. Tehát nagyon kiterjedt lehet ez a kör. Egy biztos, hogy a mostani likvid szabályozást azt teljesen rendbe tenném. Gondolok itt a gyártókra. Szóval az, hogy otthon barkács módon lehet keverni és azt árulni, azt biztos, hogy megszüntetném. Tehát minimum egy ilyen... Mi van ilyen? Facebookon persze. Ne idegesíts. Nem csak Facebookon, hanem az közösségi oldalakon is megy, meg találkozókon is találkoztunk már ilyenekkel. Tehát most azért ne úgy nézzetek, mintha életetekben nem hallottatok volna ilyet. De hogy a gyártók, illetve a forgalmazók valamiféle védelmet élvezhessenek, és bizonyos gyártástechnológiákat kötelezően tartsanak be, egy HACCP-t, vagy egy, nem is tudom, egy standard ipari szabványt, az teljesen logikus lenne. Ugyan erről most ez a TPD nem intézkedik. Igen, tök jó volt a mondat végén, ez a lenne. Na jó, tekerjünk tovább. Harmadik kérdése Matula Zoltánnak. Matula Zoltán nagyon kíváncsi. Gondolom, ezt láttátok, és ide be van rakva Rip Tripper DNA 200-as introduction videója. Azt mondja, gondolom, ezt láttátok, leszámítva a szakállas idiótát, mi a véleményetek a készülékről első specifikációk alapján? Elmebeteg itt is a 0,03 meg 0,06 ohm, bocsánat, 6 század ohm, plusz 125 watt. Látom magam előtt, ahogy Blacky a kardjába dől. Ami jobban megfogott viszont a cuccban, az a techgeek pornó szintű hozzáférésed az eszköz minden pillanatához. Monitorozhatsz egy PC-vel szinte mindent, amit szeretnél elvileg. És ha már itt is a Vaporshark DNA 200 hirdetménye. Na, az én meglátásom, hogy én nem szakállas idiótáznám le, még Rippet sem, mert attól függetlenül, hogy milyen a stílusa, ez egy jó felépített brand. Okosan csinálja egyébként a Rip, és nem hülye. A másik az, hogy csak olyan dolgot csinálnak, amire igény van. Most a vattháború van, most ilyen is van. Szerintem az Evolve egy picit még az amerikaiak között is most hátrányba került. És nem azért, mert később jött ki ezzel a sok száz wattos cucca, hanem mert egyébként
a megbízhatósági mutatója nem túl jó a kínaiakhoz képest sem, és ezt az amerikaiak köpködik, nem én. Hát volt ez a fiaskó most az előző szériásnál, hogy rendre bedöglött. Ja. Igen, meg a kijelző, meg egyébként az egész megbízhatatlan volt. Ez, hogy techgeek, hozzáférés, meg tudod monitorozni, akkor megkérdezném, hogy esetleg volt-e viked? Azon hányszor monitoroztad, hogy hány slukkot szívtál, meg mindenféle egyéb adatot? Szerintem közelít a nullához. Minden csoda. 3 napig tart. Igen, tehát ez addig jó, amíg nézegeted, de hogy én ülök a gép előtt, és azt nézegetem, hogy hányat slukkolok, milyen hosszan, mennyit fűt föl, milyenre fűti föl. Én ezt nem ezt tartom fő funkciónak egy készülékben. Lehet, hogy ez valakit megfog ideig, óráig. Hát a Vapor Shark DNA 200 hirdetményére nem reagálok, hát kihozzák, majd aztán lesz. Egyébként maga az alaplap kurva drága, tehát senkinek ne legyenek tévképzetei. Jelen állás szerint sútyó vagyok, rendeltem én is. Na mindegy. 28 000 forint egy panel. Tehát ez már nem az a 12 000-es DNA 20-30 kategória árban. Úgyhogy nekem ez a véleményem, hogy én nem hiszem, hogy napjában, nem is napjában, hanem hogy üzemszerűen egy ilyen erős készüléket kéne használni. Ennyi. Én meg szerencsésnek tartom magam, hogy én ilyen mechanikus Mikulás vagyok, mert nézem itt a specifikációt, és olyan szinten hidegen hagy ez a készülék, hogy el nem tudom mondani. Ez egyébként pont olyan, hogy ez nem a vevőknek készült, hanem az eladóknak, és eladónak nem az eladót értem, hanem aki másodkézből eladja majd. Ha ilyen hirdetéseket látsz a készülékről egy képet, és mindig, hogyha mondjuk van a DNA 30, DNA 40, eladsz egy DNA 40-est, és akkor tudod, hogy az előző 30-at tudott, akkor te berakod 31,5 wattra, és úgy fényképezed le, hogy tudják, hogy ez. Tudod? Így áll Traubit, mert ugyanazt a szar cukros lötyöt csorgatod a beleidbe, mintha kólát innál, de azáltal, hogy te Traubit iszol, különbözöl. Na, tehát ezt kéne, hogy megértsd, Lalikám. Tehát itt is ugyanez van, én ezt látom, hogy az a trendi, hogy ha van, ha birtoklod, és nem az, hogy ha használod. Szerintem még nincs ilyen, nagyon nem lehet ilyen készülékeket látni, van, aki már bejelentette, lehetett már róla videókat látni, de 200 watt komolyan? A nappalimban nem világítok annyival. Viccelsz most a ledes fényszóró korában, tehát... Egyébként ez is egy divat hullám, tehát ez el fog múlni, nem tudom, jövő ilyenkorra már nem erről fogunk beszélni, hanem arról, hogy lézer fűti a kazánt. Ennyi. Há igen, vagy jön majd a DNA 4000. Aztán, én megyek tovább, mert vagy ha akartok még hozzáfűzni valamit, nem, szóltok? Nem. Bármilyen meglepő is, a következő kérdés Matula Zoltántól érkezett. És most én szégyellem magam, de azt kérdezi, hogy tetszett a GOT évadzáró? Mi a tököm az a GOT? Game of Thrones. Ó, én kérek. Jó, ezt viszont akkor kibeszéltük. Ezt már kibeszélt. Egyes leülhet. És nézitek a Tube Broke Girls-t? Illetve az Archer-t. Illetve az Archer-t. Ha nem, akkor itt az ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megemlítette az Archer-t, mert az föl volt írva a kis listámba, hogy nézzem, de aztán elfelejtkeztem róla, úgyhogy most ismét emlékszem rá, úgyhogy köszönöm az emlékeztet. Annak én is neki akarok állni, igen. A Two Bloggers-ről fogalmam nincs, hogy ki az, mi az. De ha már így említette Zoltán, akkor megnézem azt is, hogy eszik vagy isszák. És akkor itt van egy 5-ös pont neki, amit beírt, azt mondja, hogy ha a Dani V2 drága, akkor ez mi? Kontára is ígéri a temperature controlt. Yay! Mit írt még bővebben? Atya úristen,
ennyit kérdezni. Szóval van itt egy iJoy eSolo 200 watt TC mod, pre-orderben 2 darab ezres dollárért. Be is zárom. Ez mit tud? Be is zárom, mennyi anyádba. Mármint, hogy aki ezt fölmeri rakni, ezt a hirdetést. Nem, természetesen nem menjen az anyjába. Szerintem ez fasság. 6. kérdése. 6. Fogsz-e mesélni az amerikai élményekről? Meséltem, 2 dolog érdekelne főleg. Lehet-e még az USA-ban olyan likvidet kapni, ami egy íz és nem 51-ben? Nem. Nem. Sikerült-e valami különlegességre mod kazán szert tenni? Azt mondja, hogy annyira különleges, hogy még én sem emlékszem a nevére, mert töredelmesen bevallom, hogy meggondoltam magam, és aztán Matykónak, azaz S-Flavor Mátyásnak, azaz Segízű Matyinak testáltam. Ez egy Aria Orion RDA SS dripper volt. Hogy rohadjanak meg. Hát levitték az árát. És már csak 45. És a 24 karátos is csak 50. Szóval ez egy érdekes kis kazán, mert belülről úgy néz ki, minthogyha egy akármit lenne, egy kis drip kazánod, 2 oldalt levegőlyukkal, és erre még kívülről ráhúzol még egy palástot, ami viszont úgy veszi a levegőt, mint a Andornak a salisza, tehát fölülről tudod állítani, ott beszívja, a 2 palás fala közt elmegy a levegő, és oldalról megy be a belső paláston, egészen érdekes a megoldása, viszont a 2 kazánpalást között gyűjti a kondenszt. Ezáltal lehet úgy is, hogy kiveszed a belső kazánpalást, csak akkor meg elég hülyén áramlik a levegő. Na, ez volt egyébként meg a likvid, amit mondtam. Egyébként kibaszott drága volt a likvid, tehát a 30 milliért fizettem átszámolva ilyen 7500 körül. Azt hittem rosszul leszek, de jó íze volt. Orra. Gyula kérdezte ugyanezt, hogy mit hoztam. Hát ezeket hoztam. Gyakorlatilag. Illetve ott szivogattam, szipákoltam, de hogy mindenbe ezt a krémes szart rakják bele, ami a Gerinek is a mániája, ez a világ vége nálam. Úgyhogy ennyi volt az élmény beszámoló, aztán majd így biztos előtörnek még az emlékek belőlem, de szerintem akkor menjünk, sőt, zárjuk le az adást, 2 óra 2 percnél járunk, és wow. És még meg föl is kéne tenni. Mondom Charlie-nak, hát mondom, figyelj, elkezdjük 8-kor, mondom, 10-nél hamarabb biztos nem lesz, de ebből biztos vége lesz, biztos vége. Nem olyan fából faragtak minket. Nem. Az a kérdés, hogy ez a videó meg a kultúra, ez mehet a mostaniba? Igen, azt mostanra. Jó, és ez a... Tettem, az egyik az a hőszeretet mindannyiunk által iszonyatosan tisztelt Apple alapítóról készült film előzetese, a másik pedig a te tiszteletedre egy recept gyűjtemény, amiben csak málnás pite van. Erről jut eszembe, fiúk. Itt van előttem az asztalon 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 színes üvegcsés béta likvid. És el szeretném mondani, hogy tudjátok, hogy nagy málna fan vagyok. Mondjátok, tudjuk, Charlie. Hogyne. Ebben a 15-ben van 2 olyan málna, hogy még én is magam alá szartam, olyan jó, és 2 darab olyan alma, hogy komolyan el kellett gondolkoznom, hogy a málnát szeretem jobban, vagy ezt a 2 új almát. Szinte köpködöd a magokat? Nem, az a dinnye, te hülye. Az egyik, az a nagyon piros alma,
a másik meg az a harsogós, kemény, roppanós, hogy a nyál utána elindul a szádban zöld alma, olyan. Nagyon durva. Remélem, hogy ebből a bétából később végleges ízek lesznek, mert kurva jó íz mind a kettő. A többit azt meg majd meglátjátok. De ezt a kettőt nem bírtam magamba tartani, mert annyira jók voltak. Gyors kérdésem van, csak még kettő. Az egyik, hogy van ez az FDM UK vaping, ezt megtartjuk, vagy hogy maradt itt ez a link? Nem tudom, én ezzel most találkozom először. Jó, akkor azt most hagyom, illetve, hogy spontán beszéljük meg az adás címét, ami, nézzük már meg, hogy biztos most a 65. jön most? Annak kéne lennie. Mert hogy pont kerek 64-en hagytuk abba. Kerek 64, igen, mert 6 meg 4 az 10. Nem. Ennyi. Nem. 2 hatványa. Úgy bizony. Igen. Azaz. De az is igaz, amit én mondok. 6 meg 4 az 10. Az de az borzasztó egyszerű, az már arcpirítóan egyszerű. Ez óvodás. Annyira gagyi. De hogyha óvodás, akkor abból jön az iskolás, és ugye ezen komolyan gondolkoztam, hogy múltkor több mint egy évet letolt, nem, hát most a szünet előtt, több mint egy évet letoltunk, tehát most mondhatjuk ezt, hogy most ez a második évad, vagy hogy van akkor? Hát totál. Mondjuk sorozatokban is van olyan, hogy ez egyik 18, aztán mikor meg sztrájkolnak a forgatókönyvírók, akkor csak 8 egy évad. Jó, akkor ez a S02E01, de így nem ez van. Lesz a címe. Én szeretnék egy picit tisztelegni a tőlünk már elpártoló Lackó Attila előtt, és a fehér oszlopban levő címet adni neki. Jó. Jó, akkor legyen a 65-ös adás címe a heti heroin. Ami remélünk, hogy mi vagyunk nektek gőzlérek az éterben. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok bennünket. Kicsit most több volt a magán, kicsit több volt a könnyed téma, de mi is ilyen könnyed, csapongó srácok vagyunk. Lesz ez még majd durvább is. Remélem, hogy élveztétek. Mi megint jót beszélgettünk az élet nagy dolgairól, aztán jövő héten folytatjuk, ha Isten is úgy akarja, úgy fogja akarni. Úgy legyen. További jó szórakozást. Sziasztok! Sziasztok! Köszi, sziasztok!